és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 13 perccel jó reggel kívánunk mindenkinek. Kedv van, ma még jó idő, aztán nem mondom, hogy mi lesz holnap, ne úgy kezdjük mindig a reggelt, hogy jaj, mi lesz. Így van, állj meg itt, ma még jó ma idő. Megállok itt, és mindenki ma még ezt használja ki. Aki most kell, és úgy nem akar rosszat hallani, nem veszem el most a kedvét azért, hogy milyen idő lesz, elolvastam, de nézzük a jó, nézzük a jelent, úgyis az a legfontosabb. Bár akinek nagyon vág az agya, bár aki nagyon penge. Az már erőből jár rájött. Bár aki nagyon megébred, az már szerintem tud olvasni a sorok. Igen, az már tud olvasni a sorok közül, gyerekek, hogy ma még irány a levegőre. Na, nagyon örülök neki egyébként tényleg, amikor korán reggel ilyen híreket hallunk, hogy a sráctól, akiben Ákos lakik legbelül, hogy lehet, hogy mondjuk így egy havi mennyiség fog leesni elsőben. Én ezt mondtam. Miért árulod? Igen, azért, mert a következőben ugyanígy el fogja mondani. De nem baj, akkor lenne 15 perc nyugtunk. Igen, de valaki lehalkítja a híreket, csak minket hangosít fel. Én most eldöntöttem, hogy nem. De én nem vagyok úgyse hiteles forrás, hiszen van nekünk egy hírszerkesztőnk, majd tőle hagy. Vagy gyerekek, nem mondom el, hogy mi jön, azt mondom, ami a Mát érinti, hogy ma még nagyon klassz idő lesz. Aztán, hogy meddig, azt nem tudom, de ugrottak a hét további edzései. Jaj, gyerekek, teli hold volt éjszaka, még nem aludtam jól, még az elmúlt pár nap egyszer se, de most aztán végképp nem, úgyhogy ez a teli hold, ez mindig zavar. Akkor is megérzed, ha besötétítesz? Szerintem energetikailag, fizikailag biztos, persze. Vagy csak akkor látja az ember. Nem, szerintem arra reagál a szervezet, igen. Kim volt, együtt üvöltöttél a környék kóborkutyáival? Igen. És húzta a fenekét a földön. Balázs, léci, kösz! Léci, és menj a Balázs, igen, csak beúsztam a fenekemet a földön, igen. Szóval nem volt ez túl jó. Nem éreztétek ebből semmit, tehát hol volt? Jól aludtatok? Nem volt semmi? Jó, nem volt gond. Tudod, a szélső értékekre nem hat a hold, csak a középutasokra hat. Janit, még nem, engem már nem zavar. Éjfélkor még toltam egy eszterházi tortát, gondoltam, ne. Csak hogy a 8-as cukor meg legyen lefekvés előtt, azért kell az? Hát ne, figyelj. Éreztem már egyébként, hogy talán egy picit sok. Hogy kicsit eltolódott a kis mozgás miatt a vacsorám, és akkor mondom, azért persze, ne múljon már el, ez a kis, hogy hívják is, aszalt paradicsomos túrót toltam, és mondom, egy picit azért a sós után legyen már egy kis édes is, hogy nem találtam a hűtőben egy eszterházi tortát, és akkor még gyorsan azt is letoltam. Hát persze, mert a szád pH-ja nem lehet édes, ahogy sós, ahogy lefekszel, ugye vissza kell húzni. Sóssal megindítod egyik irányba, és vissza. Persze, nem lehet úgy, hogy csak sóssal fekszel simán, igen. Éhesen, álmatlanul forgolódni egész estén. Hát az őrülnék, egy ilyet meg kéne ennem lefekvés előtt. Hát konkrétan nem tudnék nyelni se utána egész éjszaka, semmit összeragadna. Na ezért rosszul, rosszul látod. Próbáld ki, ma vigyél egy eszterházit haza. Így van, lefekvés előtt. Nyam. Lehet, én már tegnap már 10 órakor aludtam, úgyhogy nem is tudtam megvárni az éjfél, de egy ilyen tortával, akkor vergődnék igazán szerintem. Vagy az ágy tudja. Mellé szépen bepapizott fogmosás, annyi mondjuk, igen. És akkor szépen elalszol. És akkor nem tudtad megvárni természetesen a nisikori csilics meccset sem. A nisikori csilics, nem, az 11 órakor indult, úgyhogy azt ebben a pillanatban néztem meg, és meglehetősen... Tessék? Tudsz visszaadni. Szürke, és meglehetősen... Hát nem is tudom, mi a hangulatomra, ez egészen jól hatott. Ugye, hogy azért ezt tudod, ez mindig jó. Mi? Ráadásul... Én is örülnék, ha nyertem volna. Hagyjak el. Én belenéztem. Holnap, ne törődj vele. Én belenéztem az elejébe, és akkor én nagyon szépen játszottak. Ez az első, hogy hívják ezeket? Szett? Vagy szettet ütötték, ott 0-0, aztán ilyen volt valami 40-40. Az jól láthatat, olyan lehetett. Igen, ez az egészet nem értem. Olyan lehetett. Ott, és pont ez a másik csávó, nem az én emberem adogatott. És akkor azt mondtam, hogy ugye úgy szokták, hogy aki adogat, az van előnyben. Hát ha nem is előnyben, annak kell azt hozni. Annak lehet az adogat. Igen, a tílik hozni az adogat. Mondom, ez a csilis gyerek adogat, a nisikorira fogadtam én 40-40, hát ez csak tud ez a gyerek, mondom, akkor megyek még fürcsike alvás. Azt reggel erre ébredtem, hogy kikaptunk. Igen, konkrétan nisikori szegénykém szettet se nyert, csillics. Én nem láttam valószínűleg, hogy ugyanolyan magas színvonalon játszott, mint Federer ellen. Tehát ez a 3-3-6-3, ez az utolsó két, egy döntőbe és egy elődöntőbe szettet se vesztesz, az valami olyan szintű magas tenisz, hogy ezt nem is tudom, az Iván Isevics ezt hogy préselte ki belőle. Szóval azért egy döntőben egy szettet el szoktak veszteni, vagy legalább egy elődöntőben egy Federer ellen illik.
De ez a csávó, ez most két meccs óta nem vesztett szettet. Azért nagyon az, nagy, azért az nagyon elég nagy. Komoly. Az se gyenge, amit a Nishikori csinált, azért ő is játszott olyan, két olyan hosszú igen. meccset, két olyan játékos ellen Ihajcsúval. Nincs úgyhogy... esélye. Egy egészen pici csávó, egy nagyon magas csávó ellen, itt aztán minden a csillésnek lejtett. Nem számít, hogy milyen magas. A szerva miatt mondom, a szervánál nem, számít. Az se számít. Semmi nem számít. Ő japán. Nála magas nem számít, és valószínűleg már nem él, úgyhogy hogy tényleg béke poraira, mert valószínűleg tegnap este felvágta a sát, illetve szepokot követettem. Ma meg, hogy ma ért véget, igen. A magasnak jó lenni nyilván, persze. Tehát eleve felpattanó labdákat tudsz ütni, ezt egy kis ember rosszabbul kezeli. Nagyobbat tudsz azért szerválni a magasságod és a kezed miatt. Ne. Tehát, hogy az előny azért ezek a 190-200-as játékosok azért ezek ilyen 220-akat simán szerválgatnak ám. Egy kicsi nem tud akkorát, nem tud. Ugye fölülről ütöd lefele a labdát, most egy kicsi hiába dobja föl, nincs az az íve, hogy föntről menjen lefele a szervának, ez a lényege. Úgyhogy hát neked egyébként egy senior OB 18. helyezett. Igen. A magasságad alapján igen, a testsúlyod alapján nem. Tehát igen is, igen. Fogjon nektek az ember, ha kövér vagyok, az a bajotok, ha lefogyok, az a bajotok. Majd feltöröd, nem törődj vele. A jobb hír az egyébként, hogy Janit is megkértem, hogy tegyen meg egy fogadóirodánál Balinak egy szabad szemmel, mert egészen jól látható készpénzösszeget. Úgyhogy ez a reggel, ez jól indul. Teli hold ide, teli hold oda, azért köhögjétek. Maga cserélnének veled. Köhögjétek a Hubát Balinak. Magadnak is megtetted az 500 forintot? Nem, én japán ellen nem teszek. Ja? Ezt már megmondtam. Mit? Miért? Hát... Mert érzelmileg kötődöm hozzájuk. Ja, azért, mert japán és kínai együtt mennek. Meg egyébként én annak idején, mert én ugye nem is annyira maiakra figyelek oda, de a régi nagyok közül nagyon kedveltem a Csangot. Nem is volt több. Japán, csak kínai, igen, senki. Igen, hát mondjuk túlságosan sok nem volt, és nem. Nishikorinak az edzője egy Michael Chang nevű egykori nagyon-nagyon jó kis top teniszező, őt is kedvelt, és nem. Ez a vonulat nekem szimpatikusabb. Van egy érzelmi oldalon. De Balintézte a dolgot, úgyhogy tessék. Ott van. Köhögni a Hubát Balinak, ráér volna. Ki fog szakadni a farzsebed, öcsi. Tele leszek, gyerekek. Na, azért bookmaker irodát még ne nyissál, az elmúlt hetek eredményei alapján szerintem most ez így egy kellemes. Egára hoztam magam most azért. Azért az okos volt, hogy ő csak arra tett, ami biztosra ment. Igen. Tehát, hogy eddig ugye próbálkoztál, így 55-50 százalékba okos volt, mert már többinél csak engem. Igen, ott téged behúzott, be, igen. És amikor látta a tutit, akkor egy nagy összeget földobott rá, érted, az megvan a gazdagság. Bocsánat egyébként, ami nem jött be, arra én tettem. Belöktelek előre, leteszteltem, hogy ki milyen formában van, rajta teszteltem, és akkor már teszt tisztán körvonalazódott, hogy Csillis nagyon jó formában, és verheti a Nishikorit, akkor megkértelek, hogy tegyél meg egy szabad szemmel látható készpénzösszeget a kis Csillitse, aki így játszik a Federer ellen, annak muszáj Grand Slamet nyernie, és köhögjük is a Gubát Balinak szépen. Én csak a tesztpilóta voltam. Én csak azokkal a gépekkel repültem, amik a földbe fúrottak. Hogy is működik ez? Igen, berepültél, ott voltál, kicsit lebombáztak, meglőttek, megsérültek, aztán jött a B-52-es és elvitte. Így van. Ennyi gyerekek. Úgyhogy jó hír ez, kell nekem a jó hír mostanában, úgyhogy reggel most itt a stúdióban ránéztem, és azt mondtam, hogy köszönöm. Gyerekek. Hiába, amikor tudásért párosul az akarattal, akkor mindent legyőz. Mi újság van egyébként? Tegnap elindították a bubi szolgáltatást Budapesten. Így van, felraktak a téli gumikat. Végre működik a dolog, a nyarat megúsztuk bubi nélkül. De tegnap elindult a hosszú-hosszú próbaüzem után, és azt mondták, hogy azért nem ment eddig, mert a szoftver nem működött. Így van, a hosszú-hosszú tesztelés volt, de igen. Azt mondják, hogy egyébként más országokban is körülbelül ennyi ideig tesztelik, tehát ez bevett dolog, hogy azért ez ilyen hosszú tesztüzem. Illetve a szoftver és a hardware-ben valami olyat egyesítettek, ami eddig egyik országban se volt. És most itt valami ilyet csinál. Megint valamivel elsők vagyunk. De tényleg profi a cucc, én megnéztem, hogyha kártyát váltasz, akkor azzal lehet ugye a kis bubiknak a hátuljához odaérinted, beütöd a izédet, és akkor már vigyáltad is. Mi váltottál? Még nem váltottam kártyát, mert nekem van bringám, de a másik lehetőség, és az van, hogy tegnap nem lehetett kártyát váltani, képzétek el, annyian akartak kiváltani kártyát. Na, végre. Tehát olyan, hogy aki előre bejelentkezett, annak volt hely, de aki bement ezekbe a kis bubikártyaváltó helyekre, a BKK-hoz, azoknak sorba kellett állni, sorszámot kellett húzni, és egy csomó embert elküldtek, annyira sikeres a sztori, ez egy. De és a másik, hogy lehet úgy is váltani, hogy nem kell
neked bérletet szerezned hozzá, vagy nem kell kiváltani a bérletet, hanem a bankkártyádon leterhelnek, azt hiszem 25 ezer forintot, ha még véletlenül ellopnád a bringát, már hogy véletlenül nálad marad, nyilván nem lop az ember bubi, tehát nem szép dolog az. Meg nem is tudja eladni, nem tudod, mit kezdeni. Nem tud, hát szétszeded, és akkor csinálsz belőle rotációs kapát, vagy nem tudom, valamire jó, de nagyon sokan megbéreltek. Nagyon jó. Az menő. És mi lesz ezzel a néhány alig használt gumival, megkapja a posta, mert hogy ugye lecserélték a teljes garnitúrát, könnyebbre. Ja, könnyebbre. Mert hogy az így nehezemnek tűnt egy picit, és elég sok helyen felszántottak az aszfaltot. Ez még belefér szerintem, hogy egyszeri gumit cserélnek egy garnitúrát. Tesztüzemben még ez kell, hogy kijöjjön. Nem ezek a hibák. Igen, nehéz tekerni, tehát mint egy ilyen tankkal mennél. Le van még zárva? Nem, olyan nehezen tudom tekerni. Igen, húzok valamit magam után? Belekapaszkodott három görkor is? Már le. Ja, nem, vagy a hősök terén. Na mindegy, jó, hát nálam mindig van bankkártya, egyszer, mert lehet, hogy fölpattanunk, aztán megyünk egy kört. Jó kis alternatív, ilyenkor nyáron, hogyha valakinek még nem jön a busz, akkor oda mész, kibérelsz egyet, aztán hajrá. Nem, ilyenkor nyáron. Vagy, ja tényleg, igen, már nincs is nyár, de hülye vagyok, mondjuk nem is volt az idén. És meddig lesznek kint? Éjjel-nappal. Éjjel-nappal? Télen-nyáron. Télen-nyáron is kint lesznek? Én úgy tudom, hogy télre is ki akarják. Télen is kint vannak. Igen, kint akarják hagyni. Mert egy csomó embernek a munkába járáshoz is lehet ez eszköz. Tehát ez nem csak a turistáknak. Hát te télen nem bringázol, van. Nem? Vagy bringázol? Szerintem amilyen tél lesz, ha olyan lesz, mint a tavalyi, akkor is simán, mert ilyen 5-10 fokok voltak. Most már csak két évszakon egy évben, úgyhogy tök mindegy. Hát konkrétan eltűnni látszik a nyár, és eltűnni látszik a tél. Igen. Tehát, hogy belemegyünk egy ilyen esős 20 fokba. Igen. Van egy tavaszunk, és van egy őszünk. Igen, igen. És mind a kettő ugyanolyan. Milyen durva lenne, folyamatosan mindig ugyanolyan idő lenne, nem? 20 fok eső. Az milyen? Vannak ilyen helyek, ahol mindig úgy... 25 fok napsütés. Az én nem az. Az lenne a legjobb, ez a 25-28 felhő nélküli szikrázó meleg napsütés. És az. Végig ez, nem? Csak ennyi. Mondjuk nem nőne meg semmi, nyilván a mezőgazdaságnak eló lenne. Ne, de... hát 28-30 fokban hogyne? Egész évben. De azt mondtad, hogy csak napsütés, akkor nincs eső. Az igaz. Éjszaka esne néha. Az jó. Jó? Hmm. Van ilyen. Madeira ilyen vagy. Valamelyik az ilyen, aha. Igen. És tök jól megtermelnek mindent jó. Egyébként. Igen. Igen. Jó. Na mindegy, jó van, szelindult a bubi, gyerekek. Nézem, és képzeljétek el, hogy tegnap ott tudom, hogy nincsen csak első látásra szerelem, hanem van olyan is, hogy első hallásra szerelem. Az egyik kedves ismerősöm átküldött egy üzenetet, amit az ő barátnője kapott egy srácról, aki őt véletlenül felhívta. És hát hallatszódott a hangján, félretárcsázott a fiú, hallatszódott a hangján, hogy aznap már nem kell nagyon hidratálnia, meg semmilyen folyadékot bevinni a szervezetében, mert már van benne elég. És a következő üzenetet küldte a srác a lánynak. Nagy megtetszett a hangó, megismerhet magamról annyit, hogy magányos vagyok, szerintem összejön veled, válaszolj láv. Ez. Tehát, de várj, egy kicsit leestem a vonatról, ezt kiküldte kinek? Jó. Hát ez egy félrement élete, nem, hát tudjuk, hogy egy félrement hívás, de hát aki felvette leányzó a telefont, az nagyon szimpatikus volt annak, aki félretárcsázott, és hát ezt küldte neki, érezte, hogy itt még bármi lehet, mert nagyon szimpatikus volt. Majd, ja, értem. Majd igen, majd kikerülöm azt a számot. Igen, ez tehát, nem egy Facebookon terjedt dolog, ez egy teljesen privát és megtörtént dolog, igen. Tehát hogy nem egy kamuról van szó, teljesen egyértelműen, és hát ezt az üzenetet küldte. Figyelj, hát a régóta magányos, akkor megértem, hogy ennyire részeg, mert azon a segít, hogy egy kicsit tompítod a valóságot. De nagyon romantikus egyébként, hát én nem komolyan mondom a Ghostnak a legendás együtt fazekalós jelenete óta én még ilyen szépet nem láttam. Tehát, hogy én a Titanicon nem sírtam, de ezt megkönnyeztem. Írt rá a hölgy, egy válasz volt rá. Nem akarta belebonyolódni ebbe, meg amúgy is kapcsolatban van, tehát, hogy így nem akarta így tovább gördíteni a történetet. Igen, mondjuk az annyi egyennel az picit meleg az. Van itt másban is. Van ott egy csomó minden, csak amit így első láttam, hogy annyi és egyennel írod, az elég kiábrándító. Igen, azért én körbenéznék akkor is, amikor azt olvasom, hogy őze jön, hogy merre lehet az az állat. Na jó, de ott két évvel írta, tehát ott legalább tudta, hogy az össze az két, tehát az dupla, csak lehagyta ugye az est, mert kicsit be volt rúgva. Ott legalább sejtette, hogy az kettővel kéne írni. Az nem rossz. De a láb az helyes. Igen, a láb az jó. Mire gondolsz ilyenkor, hogy félrement hívás, és tényleg azt mondja, milyen kedves hangja van, csak írok neki, nem? Hátha. Igen. Hát részeken tudod van az állapot, hogy nem veszíthetek. Nem veszíthetek semmit. Akkor szép is vagy, okos is. Én nincs vesztenivaló. Jó állapot az egyébként. Ott nincs mit vesztened. Igen, és általában ugye olyankor lövés, és nem tudom, ütés állóvá is. Igen, és nem érzel fájdalmat, csak másnak. Igen. Mondjuk a hangja alapján gyakorlatilag bárkit szimpatikusnak talált volna abban
abban a pillanatban egy kicsit, hogy hívják, szoprán közelébb srácot is szerintem megtalált volna egy ugyanilyen SMS-sel. De szép és nagyon megható. Így van. Hát, visszahívta a lányt, tudunk valamit? Nem, hál' Istennek csak SMS-t küldött. Elengedte. Felejtsen. Picit tartanak tőle, hogy ez fog még folytatódni. Nem írta vissza, hogy holnap hatkor randi a nyugatinál az óra alatt? A klasszik randi helyem? Hát mi tudja, azt lehet, hogy ebből egy nagy szerelő. Most miért pont azt hívott föl véletlen, érted? Hát most ebbe is lehet valami, nem? De tényleg is. Lehet, hogy elindulnak, és egy gyönyörű kapcsolat lenne. Igen. Fiú kihozanodik, érted? Ír egy normális SMS-t, a lány megszánja, visszahívja, és onnantól kezdve. Hát tényleg és talán még a végén szert összejön veled. Igen, csinálnak gyerekeket, összeházasodnak, és egy boldog párkapcsolat elejét látjuk. Mit akarna az élet mást, érted, mint ezt? Hogy félretárcsázol? Miért tárcsáznál félre egyébként, na? Hát, ez érted? Maga a sors. Ugye? Ez maga a sors. Bizony. Istenem, mennyi sors. Meg is mondom majd Leizinek a srácnak, hogy bár nagyon, nagyon kis, stabil és nagyon szép kapcsolatban élnek, de hogy szerintem ne álljon közéjük. Adja el a csajt, így van. A mostani párja is menjen, és engedje ezt a szerelmet. Hagyjon szabad folyást a dolgoknak, persze. Úgyhogy szép. Szép, hát gyerekek, az alkohol az csodákra képes. Ahogy azért azt így szoktuk volt mondani. Mi a helyzet a játékunkkal? Egész jók vagyunk, mert hogy vezetünk egyelőre még. Na. Tényleg. Tegnap volt egy véleményes, nem is annyira véleményes, egy nem talán, ugye? Igen, ott bedurantott a kerek. Bedurantott egy szép kis nemet. Úgyhogy akkor, hát elkezdjük a reggelt, jó, lehet jelentkezni SMS-ben játékra, meggyógyultál Ákos? Hát nagyjából. Na, ó, nem. Ja, te nem. Vagy Ákos? Ja. Hát azért ez már azért... Jobb, mint a tegnap. Ez dőzsétekkel sokkal. Reggel egyébként nagyon jó hangom volt, most már kezd egy kicsit nazálisabb lenni, de akkor azt hiszem, hogy Bot Andrással és Vas Gáborral tudtam volna vacsorázni. De kidicsérte meg a párod? Mondta, hogy nagyon nem, én saját figyel. Magam. Hát más ugye a tükörben nézegeti magát. Téged látlak. Amikor annyira el van dugva az ember orra, hogy belül hallja a haját a saját hangját. Az nagyon kellemetlen. Na, de egész jó már a hangod, úgyhogy ez már nem annyira vészes. Jól van, meghallgatjuk a híreket, közben lehet jelentkezni játékra. SMS-ben, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk, baleset az M2-esen Gödnél, ezt Seri küldte nekünk. 2A Gödnél 22-es kilométer, igen, ez ugyanaz. Valamint a 60 felől érkező vonat a keleti felé 20-30 percet késik, csak ebbe az irányba késnek 60 felé. Bandi küldte nekünk, egészen értem ezt az SMS-t. 3 lábbal a rendőrök Szentendén a Papszigetnél áldogának, Fercsi üzeni, és 4-es számú főút újszászi lehajtónál Szolnok előtt van egy baleset és torlódás, ez pedig Balu küldte nekünk, köszönjük szépen. Budaörsi úton kékek fotóznak, de nem tájképet, támogatókat várnak. Ez is jött még SMS-ben. Fókusz pénteki adásában szerepelt a B17 káros hatása. Na. Új. Hoppá. De kár, hogy kihagytam. Meg lehet keresni az RTL-nek a honlapján, ott fönt van az összes adás. Aha, van más dolgok. Kérdezve, aki tudnánk-e beszélni a Lenkeivel? Sokan próbálkoznak vele, súlyosabbá válik a beteg állapota. Hát pedig arról jót hallani, igen, nem? Ő is azt mondta, úgy emlékszem, nem, hogy nincs ilyen hivatalos kúra, tehát hogy ez ugye nem elérhető, de hogy sokan próbálkoznak, és hogy állítólag segít. Most igen. Ha nem segít, akkor viszont az nem jó. Na, megnézzük akkor. Na, majd beszélünk vele, lehet. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt, üdvözöllek, fiúk! Hello! Üdvözlök. Szilvi? Üdvözöllek, fiúk! Szilvi vagyok, igen. Hello! 150 centi, 42 kiló? Igen. Ideális, mert vadas! Szép, magas. Igen, nő vagyok, szőke, ezt írtad. És legyőzlek titeket, azt a mindenséget. A magad kis 150 centíve. Tényleg 42 kiló vagy? Így igaz. Hát az nem sok. Hát nem. Az nem. Hát nem. A magasságomhoz képest pont jó. Igen, az pont jó. Mit csinálsz, Szilvi?
Most éppen telefonálok, egyébként dolgozni indultam, csak megálltam egy kis boltnál reggelit venni. És mit dolgozol? Egy orvosi szaküzletben vagyok, eladó. Hoppá. Jól van, kivel szeretné játszani? A Janit választottam. Janit választottad. Hozzám passzolsz leginkább, úgy. Jó. Ebből a megfontolásból döntöttem én is ő mellette. Jó, jó, játszol, Szilvi. Igyekszem jól játszani, bár ezt nem tudom még. Kiderül mindjárt, jó? Indítjuk a zórát, 3-2-1, és tessék. Van pasid? Van. Miért olyan fontos ez? Milyen magas? Magasabb nálad? Tőlem magasabb mindenképpen. Sokkal? Pár centivel. 160 alatt van ő is? Dehogy is. Akkor magasabb. Ő szép magas. Uh-huh. Ő szép magas. Hmm. De az arányokkal nincsen semmi gond, úgy hallom. Nincsen. Nincsen. Kérdezni szeretnél? Kérdezhetek. Picit zavarba hoztalak? Hogy így zavarba hoztál, mert azt gondoltam, hogy ilyet élőadásban fogal lenne, hogyha föltörni kezdeni az egyik műsorvezető, az egyik hallgatóval? Erre gondolsz? Furcsa, hogy erről kérdeztél rögtön, és ez valóban meglepett engem. Uh-huh. Más körülmények között esetleg lehetne valami, Szili? Lehetetlen. Nem volt rossz a próbálkozás sem. Fejébe. Ne üsd a pultot, elmegy a fülem. Nem nyertem, és még magyarázkodom is kell majd otthon. Lesz mit. Hát ez csak a játék miatt volt, hogy a hátra teljesen egyértelmű, én profi vagyok, Feri. Ennyi. Hát köszönöm. Azt kérdés, hogy profi, hogy otthon profike? Hát nem, ott majd pofán várnak. Mi profin gondolkodunk, de hogy otthon profike, ugye mindig az a kérdés. Szilvi, ügyes vagy, kerülgetted ezeket a csapdákat. Köszönöm szépen, bár majdnem belefutottam egyszer, úgy értem. Igen, egy volt, ahogy egy N-hang előkerült. Igen. Megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Köszönöm szépen. Jó, egy-két hét és megkapod. Köszönöm szépen, szép napot nektek, fiúk. Szia játékot, ciao, hello. Sziasztok, szia. Srácok. Szép volt pedig, Jani. Megtettél mindent, figyelj, küzdöttél. Én sokat kockáztatok ezért a műsorért. Igen, ezt éreztem a beszélgetésből, hogy itt most mindent egy lapra tettél föl. Bizony. Ha bejön, nagyon jó, ha nem, akkor viszont otthon nagyon csúnya. Van, csúnya virág lesz. Elmozdul egy-két nagy rágó az állkapcsomban. Igen, kicsit konkrétabb voltál a kelleténél, de figyelj, hát ez játék. Egy játékban az ember bármit megengedhet. Hát basszus, a hét elején vagyunk, értsd már meg, anya. Muszáj volt, hát ha meg lesz a pont. Muszáj hozni, igen. Két autó ütközött a Kőhídnál, a Gyrői úton, de hát ez Gyömrői lehet? Csak Gyömrői lehet. Gyrői úton, Csévíző utcai kereszteződése már áll a forgalom minden irányba. Csak azért kérem, hogy ne rövidítsetek, mert nem, most a Gyömrőit nyilván ismerem, de amíg ez nem Budapesten van, nem tudok minden utat, utcát, sikánt, kanyart, de lassan megtanulod. Fejből, települést, falut, igen, községet, és minden mást, úgyhogy igen, Gyrői úton azt nehezen tudom azért összetenni. De megfejtettem. M3-as kivezetőnél az első felüljáróról a Miskolc felé haladókat mérik, ezt pedig Ena küldte nekünk, és van egy vonatkésésünk, és csak hogy a Mávi szórakoztasson minket, 60 felül érkező vonat a keleti felé 20-30 percet késik, csak ebbe az irányba késnek, a keleti 60 felé nem. Hát igen, ezt írta az előbb a Bandi, csak most ránéztem a másstartra, gyerekek, ránéztem a másstartra, nem egy késés. Nem egy késés van. Elég sárga a kép. Ahol késik a vonat, azt írjátok meg nekünk, hogy tudjunk segíteni. Legalább annak, aki a megállóban áll, hiszen aki már a vonaton üldögél, az úgy is tudja. Ránéz az órájára, és látja, hogy ez a reggel is elment. Meg a MÁV szó, hogy bármikor szívesen felhívjuk. Hát, alig várom, hogy legyen valami a MÁV-val, már újra szeretnék vele beszélni. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 4:08 lesz pontosan. 4 perc múlva a hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Bonnie és hallgatók, itt vagyunk. Végre egy jó zene. Mindenki hülyének nézett, úgy tomboltam. Rambó küldte ezt nekünk. Bocskai kert belterületén Debrecen felőli végén egy ezüstszínű Skoda típusú autóból drága képek készülnek. Aztán Trafi Aszófő belterületén a busz megállónál, ez Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. És a 6 óra 28-kor a nyugatiból induló Záhonyba tartó vonat 15 percet késik. Nem volt, aki leakassza a mozdonyt a nyugatiba. Hát ez is nagyon szépen hangzik. Ott vársz, hogy valaki jöjjön és akasszol le? Igen. Akasszol le szakszerűen. Gyerekek, valaki akasszon már le. Igen. Ez az lesz, előbb-utóbb az utasok akasztják le. M2-es áll miért? Kérdezi egy hallgató. Egyelőre nem látom. De ha van info, akkor mondom. De megvan. A 2A
Igen, Gödnél, a 27-es kilométernél van egy baleset, ez Szaros 69 küldte nekünk, és Seri is elküldte. Azt viszont nem tudom még, hogy melyik irányban. Úgyhogy, ha valaki ezt elküldi, akkor... Vagy hát abba az irányba, amelyikbe te állsz. Mármint az SMS író. Valószínű. Ugye? De nem tudjuk, hogy ez most Vác, vagy Budapest irányában, majd megnézzük. Úgy is elküldik nekünk a hallgatók. Jó, van még valami? Elmondtam mindent? Nagyjából megvagy. Győr szemere beltőleti van. Úgy emlékszem, ezeket beszéltük át reggel, hogy ezeket mondtad. Ezeket olvastam el előre, olvastuk át, beszéltük át nyelvtanilag, és igen, és hangsúlyozásilag, és minden. Nem gyomrói, gyömrői. Igen. Azt még csak-csak tudom, tudod, de amikor jön egy 300 km-re távolabb lévő kis település, totálisan ékezet nélkül, két másrangzó felcserélve, és az fejtsd meg, Bali, tudod, hát az azért az nem biztos, hogy olyan könnyen megy. A Kőhídnál is van egy baleset. Nem örülünk neki. Illetve a baleset miatt van dugó a Kőhídnál. Nem örülünk szörnyi, neki, mi lőrinciek. Nem örülünk. Az is a tiétek? Az is a nektek miért? Még kőhidatok is, az is van. Miért van nektek? Miért nincs nekünk kőhidunk? Ugye? Miért van nektek kőhidatok? Hát bocsássatok meg. Mert mi kiérdemeltük. Jó, de mi van még? Na most akkor tessék, mi van még Lőrincen? Lőrincen mi van még? Na mi van még? Egyetlen, nem kettőt. Önmagában a műsoridő nem elég rá, hogy most 10 igényt befejezzem, hogy mi van nálunk. Érted? Évekig tudnál barangolni Lőrincen. Ez egy fantasztikus hely. Ez maga a kánon. Érted? Évekig. Itt kezdődött és végződik minden. Érted? Alfa és omega egyben. Így van. Ez etelköz maga. Na, hagyjuk a tréfát. Mikor kölgöd a gubát Balinak? Mert most kicsit... De majd, hogyha megjelenik az én kis felületem. Már mennyi idő alatt utalna? Hát van egy kis átfutás idő. Ráírják. Pihentetik. Forgatják a pénzemet? Hát úgy tűnik. Hát milyen világ ez? Hát tegnap Csillics nyert, vagy ma hajnalban, hát tessék Balinak kölni a gubát. Hát, milyen? Szerintem is így lenne a korrekt, de... Milyen szörnyű világ ez? Figyelj, a pénz megvan, meg lesz, ott van, hozom, viszed, örülsz. Most egy. Hazamész, örülsz. Beszállsz a kocsiba. Hazamész. Igen. Hát nem, nincs itt várakozási idő. Hát a pénzemet ne forgassák. Föltettem, megnyertem. Tessék köhögni. Figyelj. Kettő nagyot köhögni, és Balinak a gubát. Na, tök jó. Jó van. Nekem jár belőle valami? Hát ha az csak úgy kérdezem. Kezelési költség. Ja, kezelési maximum. Költség, meg az élmény, hogy rajtam keresztül intézheted. 2000 forintot soha nem nyertél még semmit, úgyhogy 2000 forintot levonhatsz. Mindig 300 forintokat teszel föl. soha nem volt még egybefüggő 2000 forintot. Megremegett a kezed, mi? Úgyhogy 2000 forintot levonhatsz ebből a kis 50-57-ből. Hát ez a kezelési költség. Hát a commission. Commission. Azt valahogy, hogy hívják, valahogy levonják ők szerintem. Rosszul nem járnak. Igen. A Szegedről Budapestre tartó vonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Jó, persze. Ez most már tudatosan ne rugdaljuk a mávot szegényeket. Van nekik elég bajuk. Vajon mit csinálhat a mi sajtóügyeletesünk? Most ebben a pillanatban? Hallgat minket és nagyon bosszankodik? Biztos vagyok benne, hogy már a szőr feláll a hátán, és alig várja, hogy újra adásra tegyük. Igen. Ha valami olyan történik, úgyis felhívjuk. Hát ez a múltkori beszélgetés, gyerekek, azért ez nagyon érdekes volt, tanulságos volt, izgalmas volt, mozgalmas, annyi jelzőt tudnék rá mondani. Nem? Nagyon jó volt. Nagyon. Pörgő hangvételű. Teljesen. Kicsit emelkedett itt-ott. Egy ilyen akciótriller volt. Igen. Szórakoztató volt. Na mindegy, figyeljetek, annyit beszélünk a mávról, most egy picit őket hagyjuk már békén, viszont beszéljünk már egy kicsit a BKV-ról, hogy miért van az, hogy ugye köztudomású azok számára is, akik mondjuk így nem olvassák el nap mint nap az egyébként kitett feliratokat, meg nem vizsgálgatják azokat a piktogramokat, hogy nem lehet enni a BKV járművein. Vagy legalábbis nem lehet fagylaltozni, meg nem lehet hamburgert fogyasztani, meg ilyesmi, mert azért értem, én mondjuk sushit nem látok ott kirakva piktogram formájában, hogy ezt nem lehet, tehát elvében sushit lehet fogyasztani, de nem nyilván, nem. Nem jó, mert a rizsot is széthullik. Hogy most komolyan, reggel tiszta ruhában, opcionálisan felszállsz a villamosra, leülsz, picit figyelmetlenebb vagy, és amikor felkelsz, azt látod, hogy egy, benőltél egy rágógumiban. Kettő, valami szósz. Hát, igen, ha lehet evés. Is, igen, tehát, hogy ez nem evés valójában, de hát az evéshez kapcsolódó, de előemésztő nedveket termel, és ezért az evéshez kapcsolódó tevékenység, tehát akkor az se lesen. Na, nem, rágózni azért lehessen, csak könyörgöm, ha valaki rágózik, akkor tegye már meg azt a szívességet, hogy amikor jön a barátja, a barátnője, vagy kiment az íze már a rágónak, akkor nem oda oldalt ráragasztja el a műanyag székre, hogy a szerencsétlen Balek én beleüljek. Mert utána aztán tényleg már csak az ecetes olló segít. Nézd meg jól az üléseket, azt tudom tanácsolni neked, aha, és válasz olyat, ami nincs. Figyelj, rágó. Én manapság már mindig úgy ülök le, például, hogyha
autóbuszon vagyok, és mondjuk én az utolsó éjszakai járattal jövök el, és az mondjuk ilyen vászonborítású, hogy előtte végig simítom a kezemmel. Mert volt egy nagyon kellemetlen esetem, amikor nyitva hagyták az ablakot, szépen átnedvesedett a kárpit, beleültem, és akkor már nem mertem felállni, mert az első blikre úgy nézhetett volna ki, mintha inkontinens lennék, mert a nadrágom abban a pillanatban csurom víz lett. Tehát én mindig megsimítom, megnézem, hogy nincs rajta valami véletlenül. És azt mondják, hogy jön ez a fura pervers csávó, simogatja az ülést. Igen. Milyen kis bársonyos vagy, Istenem. De most, de őt fogsz tenni a kis popómnak. És akkor valaki beleültél a rágóba, aztán valaki levet mondjuk, hogy már leket csöpöztetek. Hát egyébként a leves is simán benne van a pakliban. Olyan is volt már, hogy így söprögetnénk mellett a jobb combomat, mert a mellettem ülő úriember úgy fogyasztotta a kis sajtos akármiért, hogy közben így pattogott ki a szájából, meg a kezéből, meg a zacskóból, meg ilyesmi. Ez nyilván egyfajta emberi sajátosság is, tehát hogy én még azt se tiltanám meg alapból, hogy ne egyenek, vagy ne ehessenek, ezt se határozná meg, ha tudnának kultúráltan fogyasztani, de nem tudnak, akkor inkább tiltsák meg mindenkinek, és meg is van, de akkor miért? De most azért, mert néhány bunkó nem tud enni, azért én ne egyek. Hát én ezt kikérem magamnak. Hát azért én hadd vigyek föl néhány pogácsát, azért mert most néhány bunkó nem tud enni. Figyelj, miért ehetnék én a BKV-t? Emiatt a néhány ember miatt, így van, az egész villamos, vagy az egész autóbusz úgy néz ki néha, mint egy ilyen mozgó szeméttelen. Na de hát én konszolidáltan két veszek három darab pogácsát, fölülök egy kis szatyorkába, és azt megeszem, nem? Egy ilyen kis papírzacskóba, nem morzsázok, hát akkor azért annyit miért ne lehetne enni? Miért ilyen szigorú a BKV? Még nem járok BKV-val, de ezt nem értem. Minden evés ki van tiltva, nem egy pogácsát sem ijedtek fel. Engedve. Akkor hogy néznének ki a villamosok? És tudod, tényleg ez megy. Elfogyasztottam a kis izémet, kakaós csigámat, és akkor a nejlont fogom, és akkor így begyűröm így a fal meg az ülés közé. Aha. Jó mélyen. De ez tukkóság, ő nem csak itt hülye, tehát aki ezt megcsinálja, az nem csak itt paraszt, már bocsánat, a szó pejoratív értelmét használva, ő ezt mindenütt megcsinálja, tehát ő az, aki szétdobálja a szemetet itt az épület előtt, ő az, aki eldobja a csikket, most mit csodálkozol? Tehát és a tiltás az egyébként se fog működni. Ilyenkor nem? Egyébként... Hát én ennék BKV-n, ha én BKV-val járnék, én szállnék úgy, hogy eszem. Tehát azért, mert néhányan nem tudnak enni, hát miért tiltja meg a BKV? Kifizettem a jegyet, tudom magamra, hogy intelligensen tudok enni, nem eszek le senki. Szerinted? De szerintem, igen. Az ott a gyerek, érted? Hát gyerekkel megyek, hát most utazol egy órát, nem, hát állsz a dugóban, magyarázd meg a gyereknek. Hát két kis sajtos pogit azért lenyomok a torkán, hát addig is csöndben van. Igen, éhes, ráadásul éhes is, hát éhes. Én a pogácsával nem tudlak téged leenni. Nem? Egy ketchupös hamburgerrel le tudlak enni. Igen, de a ketchupös hamburger is felfér egyébként a villamosra az utassal együtt, sok esetben. Az is hozzák? Persze. Tehát, amikor ülsz, tehát akkor hol a határ? Hogy szabad meg? Ülsz, és egy picit bele szagolsz így a levegőbe, és már érzed, hogy valaki felszállt. Na most, ha Jani például ül, te neked már nem jutott ülőhely, és ott állsz mellett az ülésnek, kapaszkodsz az ülés szélébe, és eszel fölötte, akkor simán lepogácsázod. Igen, ez még igaz, én nem szeretek úgy enni, hogy néznek. Tehát az, amikor hatan bámulok az arcodba, és ott egy óriási hamburger próbálsz beletömni a félbe, úgyhogy közben ketchupös a szád, ez nekem nem ad komfort érzetet. De az, hogy teljesen megtiltva, én nem tudtam, hogy meg van tiltva. Megvan. Tök hülyeség. Hát most piktogramok vannak az ablakon. A hamburger, még mindig a fagyi áthúzva, a hamburger áthúzva, meg a úszkár áthúzva. Így van. Tehát ez a felálló farkú kutya áthúzva. Igen, szájkosár nélkül, mert ugye szájkosára lehet. Szájkosára poráza lehet, hogy így mindig kutyát. Hát nyilván az azt jelenti, kell azt jelenti, hogy nem lehet kutyát enni a BKV-n. Ja tényleg, igen. Jogos. Érted, a hamburger mellett, ha ott van, akkor csak az lehet. Mit nem lehet még egy ilyen hát nem BKV? Lehet hangoskodni, nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amivel zavarsz másokat, tehát... A rádió áthúzva. A rádió áthúzva, természetesen nem lehet mondjuk gördeszkázni, tehát ilyen tevékenységet nem lehet. És egyébként például nem lehet szennyezett ruhában sem felszállni. Na aztán már végképp nem mondják meg, hogy én mibe szállok föl. Van például az a nadrág, amelyik olyan előremutató. Igen, tudod? Összefröcskölt. A sok előremutató között, amelyik úgy néz ki, mintha lett volna egy tisztasági festés otthon. A farmer gatya és néhányen fehér pötty van rajta. Igen. Na, hát én abban például nem engedném. Hú, de nagyon nagy balhét csinálnék, ha megpróbálna valaki leszállítani azért, mert hogy én nekem mondjuk koszos. Az ki dönti el? Végignéz engem a sofőr, és azt mondja, hogy maga koszos, szálljon le. Nyilván van az egyértelmű. Igen, nyilván van az egyértelműen koszos, a felszáll egy szegény, egy hajléktalan, büdös, koszos, arról megmondom, de van pisilve a szörnyű. De most az, hogy valaki mondjuk hazajön melóból, egy kőműves és felszáll azért, mert ő ott jár a BKV és ő elmenne, és azt leszállítják? Tényleg, a malter foltos munkás ruha, az koszos vagy nem koszos? De milyen szabályok ezek? Hogyha fog, akkor azért ez koszos, de szerintem köztük is azért van kivétel bőven, tehát hogy sokan kulturáltak, fogják az adást, nem ülnek le akármi, de azért ott is előszakott fordulni, hogy a letotja annak aztán marad nyoma.
Érdekes, hogy a bíróságon azért ilyen ügyeket nem hallok. Hangosan hallgatta nem. a zenét, beperelték az utasok. De milyen hangos zene? Tehát ha én tök süket vagyok, és én hangosan hallgatom, érted? Az neked hangos, téged zavar, én alig hallom. Tehát itt nem lehet igazságot tenni. Nem, hát. Tehát hát most... akkor szüntessenek még mindenféle tevékenységet a buszon, és akkor ne engedjenek semmit. Ülhetsz, nem beszélhetsz, nézhetsz ki az ablakon, utazhatsz. Hát most én hangosan hallgatom a zenét, tehát hagyj hallgassam hangosan. Nem álmoljon senki az arcomba, mert én azt nem szeretem. Az ez engem zavar. Ez egy közösségi utazás, tehát itt azért azt el kell tudni viselni szerintem, nem? Hogy egy kicsit mindenki a másik rovására, mert nyilván nem belemásznak a szádba, lesznek ketchuppel, és egy fejhallgatót tesznek a füledre. De most ha valaki beáll melléd egy fiatal, fülesen keresztül rohadt hangosan hallja a zenét. Jó, most ha nyilván valaki felszáll egy, nem tudom, Sharp Magnóval a vállán. Két kazettás. És két kazettás crisscrossed hallgat, és iszonyatosan ugrál, jump-jump, az mondjuk nem biztos, hogy tolerálható. Lehet, hogy úgy kell, hogy szakaszokra kellene bontani. Tehát, hogy lennének a hangosak, lennének a koszosak, és lennének a hogy hívják, az éhesek. És akkor vagy pedig kapnánk, ugye most már a legtöbb más szerelményre nem kapcsolnak ilyen utasellátó kocsit, meg ilyen büfékocsit, azokat át kéne kapcsolni az 50-es villamosnak a végére, és akkor mindenki ott kajálhat. Én ezt az evést nem adom, szerintem ehhez. Tehát azért, mert néhányan nem tudnak kulturáltan, azért lehessen enni a BKV-n. Tehát az, ha degyek már meg tényleg egy szendvicset, anélkül, hogy rám úgy nézzenek ott, most utazom egy órája reggel, meg szeretnék reggelizni, hát most miért nehetnék? Az a baj, hogy ezzel a lovak közé dobnád a gyeplőt, tényleg. Tehát az lenne, hogy eddig tiltották, és mégis ettek, ha most, hogyha nem tiltanák, akkor mi lenne? Vagy akkor mindenki enne? Így is ilyen nehezített akadálypálya már néha, mert így görögnek oda-vissza, függetlenül fékezve gyorsít a villamos, görögnek itt... Almák. Hát, ha még almák lennek, de leginkább sörös üvegek. Lehajtható kis asztalkákat kéne szerelni az előttem lévő, hogy támlájára. A repülő miért járt? Ugye? Hát ugyanaz. Súgy lehajtodott, megkajász, az egy fél órát benne van. Nem, jobbat mondok, majd két szék közé beállok, én négy kézláb és a hátamon el. Szerintem több korrekt az is. Ja. És a villamos végében meg lehetne egy kis teakonyha, egy az mikróval, a baj, egy melegítővel. Azért érint érzékén az evés, mert minden rád esik. Ja, igen. Tehát, hogy a Feri, neked az lenne a baj, mert neked is lenne baj, csak neked más lenne a baj, mert téged az erősen lélegző utasok zavarnának, mert fönn már ott neked nem maradna semmi. Fölfelé vagy éppen a kifelé szálló levegő kapnád. Tehát, hogy minden típusú ember zavar valami, vagy valaki, de ott fönn már ritka lenne neked a levegő. Csak a 180 az a jó. Csak mi? A 180, elszívják a levegőt, igen. Amúgy elviekben a BKV-nak meg kell térítenie azt a kárt, amit mondjuk utazás közben éri az utast. Például egy ilyen dolog, hogy beleragad a rágón a drágjába, és amiért hát a nadrágot ki kell dobni. Nem ő tette oda. Aha. Hát ha most előtted rakta oda valaki, azt még ráadásul a takarítók nem is tudták ellenőrizni. De utazás közben történt velem. Hát, és? És akkor ha rád tüsszent valaki, és te elkapod az influenzát, akkor azt is térítse meg a BKV? Nem, fizetek tévét. Érted? Tehát, hogy arról ő nem tehet szegény. Egyébként meg például bringát se lehet fölvinni. Na? Mondjuk azt soha nem értettem, hogy minek akar valaki fölvinni azért, mert mondjuk kilukadt a gumia a határúton, érted? Hát akkor egy kerekezzél. Aha, értem, rohadjak el, hogy én vagyok komolyan. Meg vigyél magad a gumijavító szettet. Nem vihetek bringát se a BKV-ra? Nem. Ilyen szétszerelt formában... Csak mit a fogaskerekű, meg ilyenek? Ott aha, lehet, ott ugye? Lehet, igen, ott lehet. De villamosra például nem teheted föl. Vagy leszállítanak? Le. Aha. Ilyen túlméretes csomagnak számít szerintem. Na jó, de hát ott tökre elfér a fordulóban, vagy aha, a sarokban nem. Hátul. De most a határúton kidurran a gumim, érted? Igen. És sehol nem tudok ott egy sportos srác, hogy tolt haza a 13. És korra délután még mindig tolta. Érted? És nem lehet. Nem lehet, ott azt se tudod vinni. Igen. Azt írja valaki, hogy az intelligens ember ehetne a békevájára, talán hogy mondod meg a szemetelős bunkónak, hogy ő nem ehet, mert morzsázik, kérdezi Kata. Tehát amikor így van. Teljesen jogos egyébként, mert ma, hogy éppen ott ülnek le melletted a fiatalok, és akkor már bokáig értek a szotyiban, a izében, a tök makhéjban, akkor mit mondasz neki? Semmit. Nyilván marhára nem zavarja jó, őket. Figyelj, én nem járok már elég régóta BKV-val. Én hiszek neked, csak nem tudom. Tudod, ez a néhány hülye miatt most senki nem eszik. De egyébként ez esznek a BKV-n ugyanúgy, nem? Persze. Tehát simán persze. Mindenki bemegy a metróba, megveszi ezeket a kis látványpésségeknél kapható, amit levisz és megeszi. Senki nem szól rá. Ő magában, hogyha lenne tényleg egy ilyen össztársadalmi kontroll, hogy tényleg úgy fogyasztja el, úgy eszi meg, hogy azért tényleg nem lesz utána minden nyakig kecsapos, meg nem lesz ilyen morzsasni. Kicsit szólj rá, uram, ja. Tegye közelebb a papírját, uram. Látom, mint aki kezen foglalt meg tőlem a száját, nehogy lecsöppenj. Igen, uram, ott néhány morzsa van a földön, legyen szíves, és söpörje föl. Hát legyél egy ilyen, az 51-es villamos, nem tudom.
modern utasa, aki szabályozza az utasokat. Jelenik az 50-es villamos lelke. Az 50-es villamos lelke jönne, igen. Uram, adj te rágó, ne üljön le, mindjárt igen, intézem. Bocsásom, elnézést, hölgyem, egy pillanat, még le kell törölnöm. Így van, most nárazzal is. Igen, köszönöm szépen. Foglalja a helyet. Tudom, parancsoljon, uram. Igen, miért nem így csinálod? Simonetta itt van velünk, halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, na veled mi történt? Leszállítottak? Igen, a 44-es buszon jártam, kismama vagyok egyébként, egy gombóc fagyival szálltam fel, és egy megállóba szálltunk fel a BKV ellenőrre, és oda jött hozzám, de már a közterület felügyelők fönt voltak a buszon, azt hiszem négyen, és mondták, hogy azonnal fejezzem be a fagylaltot, és mondtam, hogy miért, mert én konkrétan egy évvel egyszer járok busszal, és leszállítottak a Mátyásföld repülőtérnél, és én előtte szerettem volna leszállni, és nem engedtek, azt mondták, hogy adjam oda az irataimat, mondom, hogy leszállnék, és odaadom. És végül be kellett tenni a táskámba a fagylaltot, a gombóc fagylaltot, és mondták, hogy 8000 forintra büntetnek meg a fagylalt miatt, és mivel nem készítettem ki előre az irataimat, meg a jegyemet, amit akkor kotortam ki a táskám aljából, vagyis próbáltam, azt mondták, hogy még azért is 16000-ért meg kéne, hogy büntessenek, de nem büntetnek meg, de csak 8000 forint a fagylalt miatt, úgyhogy még így elnézőek is. De várjál, kinyitatták veled a kis kézitáskádat, és azt mondták, hogy tedd bele a fagyit? Nem, mondták, hogy fagylaltal nem lehet utazni. Mondtam, hogy jó, rendben, akkor lerakom a táskámba, és mondtam, hogy mindjárt adom a jegyemet. És abban a pillanatban szálltam fel, még egy ülőhelyet se találtam, pedig tök üres volt szinte a busz, és mondták, hogy akkor kérik a jegyet, és mondtam, hogy már is kivehettem, és mondták, hogy már eltelt egy vagy két megálló, már rég elő kellett volna vennem, úgy kell felszállni a buszra, hogy a kezedben legyen, hogy le tud egyből kezelni, és mondtam, hogy oké, rendben, csak én nem készültem ennyire fel, ne haragudjanak, itt van a jegyem, és azt már el sem fogadták, és mondták, hogy jó, ezen túllendülnek, marad annyi, a 8000 forintos a fagyi büntetés, hogy és milyen jó fejek, mert hogy 16000-re meg kéne büntetniük, hogy nem kezeltem le a jegyemet. Valamiért nagyon be voltak aznap pöccenve. Igen. De figyelj, nagyon kellemetlen volt. Arról tudtál egyébként, most őszintén tényleg, így magunk közt, igen? Hogy nem szabad ételt fogyasztani a villamos, vagy nem szabad fagylaltot fogyasztani? Mert hogy egyébként a fagylalt áthúzva a piktogram, az konkrétan kín van. Igen. A fagylaltra egyébként nem gondoltam volna, de tényleg tény is való, hogy kint van. Ez igaz, hogy nem lehet. Azt meg is értem, hogy oké, 8000 forint. Én teljes tiszta a lelkismertem, jó, befizettem a 8000 forintot. De az, hogy nekem azt mondja, hogy elnéző velem, hogy nem vettem elő a jegyemet, még le se tudtam tenni a táskámat, hogy kikotorjam belőle, ezért megbüntettem 6000-re. Azért az annyira nem, és elég kellemetlen volt. Elég nagy hasamban azért látni lehet, és úgy mindenki előtt mondták, hogy akkor itt szálljak le. Úgy körbe fogtak, mintha el akarnék szaladni, mondjuk konkrétan. Én a fagyi megolvadt a táskádba. Az igen. Én biztos nem tettem volna be. Nagyon ideges voltam, úgyhogy ott már nem érdekelt, mert nagyon kellemetlen volt, mindenki engem nézett, már tök vörös volt a fejem is, és akkor mondták, hogy helyszíni díjon nem is tudom mennyit ajánlottak fel, mondtam, hogy én nem fizetem be, kártya van nálam, adjanak róla a csekket, és mondták, hogy de hogy még a Blaharúza téren még megtalálom őket, mit tudom én, hány óráig, ha oda megyek, akkor még rendezhetem. Hogy te hogy hozod a pénzt nekik? Igen, ezt se értem, hogy mi az, hogy oda viszem a pénzt, mit tudom én, ráírta, hogy hol lesz, hánykor lesz. Felírták az adataidat? Felírta, mindenképp felírta. De kik voltak ezek? Közterületesek egyébként? Az is volt velük. Meg ellenőr? Igen, ők együtt mozognak. Aha. És oda vitted a pénzt, hát nyilván fölírták az adatokat, akkor oda kellett. Nem, végül én mondták, hogy úgy kevesebbe kerülne, nem 8000 forintba kerülne, hanem kevesebbe, nem tudom már mennyit mondtak, de mondtam, hogy nem, hát én ezt befizetem, én nem fogok ezzel járkálni a Blaha-Lujza térre a terbét szünetetbe. Okosban 4000? Vagy... Valahogy hát, így lehetett. És... Biztos, hogy így volt. De mi is akkor zsebbe adtál nekik 4000-et? Hát nem adtam végül is, mert mondtam, hogy én biztos nem megyek oda az ebédszünetetbe, adod a 8000 forintot, ezt én is valahogy fagyisztam, így jártam, csak az a megaláztatás. Ja, de hogy ők felajánlották, hogyha 4-et ad zsebbe, akkor az akkor okosba, hát, akkor megoldja? Igen, valamennyit, igen, hogyha oda megyek helyszínre, akkor ő ezt teljes mértékben át tudja nekem húzni, kitépi magától, és magának is oda leír valamit, fogalmam sincs, hogy mit, és akkor ezt meg lehet így oldani. A kis sunyi. Aha, tehát hát, hogy finoman 4-et zsebre tett volna. Uh-huh. Hát,
Mindenképpen. Igen, a büntetés után valószínűleg kevesebbet kap, ha kap egyáltalán. Nem, nem kell fagyizni a villamoson. Jó, még a fagyja, aha, a fagyja az igen, a fagyja az, az túl. Tény is való, erős. Csak az, hogy egy helyen szálltam föl pont az ellenőrrel, és látta, hogy az egyik kezemben fagyja, a másik az óriási nagy táska, stb. Felszálltam, és egyből kanyarodtam, hogy leteszem valahol a táskám, kikotrom a jegyemet. És abban a pillanatban már kopogtatta a vállamat, hogy jegyeket, bérleteket. Mondom, egy pillanat már is adom. Ja, hát magánál fagyi van, akkor szálljunk is lefele. Hát észre se vettük a fagyit, dehogy nem. Úgyhogy belevágtam a táskámba a fagyit, azt mondtam, hogy itt a jegyem. Hát ő ezt már nem fogadhatja el, mert már elment több, mint egy megálló. Hát utaztak rád egy picit. Kicsit rátszálltak. Igen, és náluk még az sem segített volna, hogy azt mondod, hogy nem fagylalt, hanem szorbé, mert nem értették volna. Szorbé? Beszóltál, vagy mi? Mit mondott volna? Igen. Igen. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Hát én köszönöm, szép hello, napot. Hello. Telefonálni lehet? Mobiltelefon, vagy még van ez az áthúzott mobiltelefonja? Vagy nem, ez már az nincs? Lehet. De az lehet. De kilépett hát a BKV a középkorból? Mondjuk én ismerek olyanokat. Mert régen volt ez a mobiltelefon antenna áthúzva. Álló, Lacikám, figyelj már, hallod? De miért, majd miért nem mondod meg a Józsnak, hogy előre utaljon? Elvégezte a hukát, vagy nem? Menjetek már, jó! És ez megy, tudod. És ott üz mellette, tudod. És így egy sápadtan így hallgatod végig. Na jó, de hát ha most a munkai hangosan beszél. Hát, tehát eleve miért tiltják a mobiltelefon, vagy miért tiltották a mobiltelefonálást? Hát akkor még gondolom keveseknek volt a BKV-n, érted, és zavart az utastársakat, hogy egy irritáló volt, igen. Igen. De hát hogy lehetett, ez tök öncélú. Hát ez teljesen öncélú. Hát ha én normális hangon beszélek valakivel telefonon, tehát írja is, hogy hallgatok, ugyanaz, mint ha beszélgetnék egy másik emberrel. Akkor mi a különbség, hogy én egy telefonban beszélek, vagy valakivel beszélgetek? Azt mivel indokolja? Mert nem hallod a másikat, tehát amit a másik mond, és idegesít, hogy csak egy félbeszélgetést hallod. Ezt a hülyeséget. Mások nem hallják, hogy milyen megálló következik, és rossz helyen szállnak le. Miért, ha én leállok mellé beszélgetni, és én beszélgetek, akkor se hallod. Nincs különbség mobiltelefonálásra való beszélgetés, meg normál két ember közötti beszélgetésnél, nem? Csak hát, nem hallod a másik felet. Hát de van. De mindent lehet kulturáltan csinálni, és nem kulturáltan. Tehát lehet kulturáltan beszélni úgy, hogy nem zavarsz másokat, meg lehet úgy, hogy az előbb a Jani csinálta, lehet kulturáltan. Mert egy valaki így beszél, hát azért ne büntessünk mindenkit. Hát nem, de azért, hogy mi, ez nem a nulla tolerancia. Nyuggerek vagytok, nem, komolyan mondom, nyuggerek vagytok. Néha hát tudsz szórakoztatok is lenni, amikor néni előveszi a ritikülben. Szerbusz, Margitkám, akkor légy szíves annak az almás pitének, amit a múltkor hoztál, az na, nagyon de most, finom. Miért, ha, és ezt hallgatom 20 percen keresztül. Ha egyébként két idős áll mellett, ők ugyanígy, mert ezt megbeszélik, csak nem mobiltelefon. Legalább írd le a receptet. Kapcsolt ki a vibrátor. Most nem hallak, nem hallak. Gyerekek, papásra nyomjátok, egy bogácsa férjen már bele, komolyan mondom. Abszolút férjen bele, nem is az. Na, te is ezen az oldalon vagy? Azt hittem a fejemet jöttél arra, hogy már férjen bele. Csak azt mondom, hogy azért nagyon nehéz rendet tenni szerintem, mert hogy mindig minden egyes ilyen közösségi térben vannak kulturált és kulturálatlan emberek. Én szóltam, és lett is belőle bajom, jó párszor szóltam, mit tudom, én volt olyan, hogy utaztam a metróba, és plüss húzat van, sajnos az eléggé nagy baj, ne is gondoljunk bele, hogy milyen élőlények lehetnek a plüss húzatban, mert ha lenne egy műanyag, azt le tudod törölni. Igen, és egy anyukánál nyári nagyon szép meleg nap volt, módszeresen bedolgozta a gyerek a kezébe lévő csokoládét a plüshúzatba. Hát, és akkor szóltam az anyukának, nagyon finoman, intelligensen. Megpróbált sorvintát belevinni. Így, hogy mondom, nem tudom, látja-e, hogy mit csinál a gyerek, hogy mondom, megkérném, hogy szóljon rá, legyen kedves. Mert a hogy... büdös életben nem szólnék rá egy másik de, gyerekre. De hogy nem, Balázs. A büdös életben nem, szól, de nem szólnék rá. De miért nem? Nem tudom, hát az ember válogatja, de nem, én nem önkéntesen. Önkéntes rendőrködöm. Anyuka, legyen szíves szólni a gyerekének, hogy ne kenj. Én nem tudom, lehet, hogy igazad van, hogy szólsz, hogy előbb vágnám le a bal kezemet, mint hogy szóljak. De te szólsz, hát persze. De miért szólni? Azért, mert holnap te így oda van. Fogsz majd leülni, és de senki, semmi közön más gyerekéhez. Én nem tudom, semmi. De én az enyémre például én nem venném észre, hogy az enyémet kenérted a csokoládét bele, és valaki azt mondja, hogy mert ezt is ne haragudjon már apuka, nézzen rá a gyerekére, mert éppen most kell rá egy fél tábra ízét, a tejcsokoládét. Nem tudom, szerintem a szülőnek adó. De Balázs nem vette észre, mellette ült a gyerek. Nem, olvasott az anyuka, és mondtam, hogy ne haragudjon. Na hát, amit én ezért kaptam, és milyen stílusban, és kisenéztem az illetőből, hogy így fog rá reagálni, mondtam, hogy
oké, elnézést, valóban az ön gyereke, valóban én majd nevelem a sajátomat, de mondom, egyébként a gyerek előtt beszélgetünk, tehát hogyha mondom, váltan egy kicsit a stílusán, vagy visszaven egy picit magából, azt megköszönöm, mert már engem zavart, de tényleg így van. Majd ők leszálltak, én elég hosszan utazom a 3-as metró vonalán, felszállt egy hölgy, nem fogjátok enni, de tényleg Murphy, roppogós fehér porcelán farmer nadrágba, és le akart ülni. Mondtam, oda ne haragudjon. Jó, oda ne. Ha szólsz, hogy örült neki, megköszönte, akkor vett ész, hogy egy hatalmas, egyébként nem lehet látni a plüss húzatba, mert gyönyörűen bele volt dolgozva a csokoládé. Aztán egyszer volt, hogy jöttem be hajnalba, hölgy evett egy fánkot, vette az aluljáróba. Csak annyit, hogy megnevelted? Őt se tudtam. De bennem megpróbáltam, eldobta a celofán. Balázs, ha most valaki érted, aztán később majd egy 15 igen? éves ott ül veled szembe, és kiskéssel hasogatja föl az ülést, akkor se szólsz. Nyilván, ha egyedül van, akkor rászólok, hogy tesó, miért csinálod? Ne vágd már az ülést, légy, ne csinálj, ülésfűtés van, mert nem te csinálj. Hát de anya nem veszi észre. Én nem tudom, én ez a más gyerekre való rászólás. De ez a közösségi, Balázs, és lehet, ő rombolja, ott van a szülő, és nem szól rá, hát csak nem szólok a játszótéren rá, gyerekre, ha fölmászik, én nem szólok. Hát arra én sem, bocsia, ha tönkretesz a játszóteret, szólok ért. Én akkor szólok érte, de láttam ilyet. Jó, de te kicsit úgy szólsz, hogy már alig várod, hogy szólhass. De én kultúrát formába te teszem. Az a típusú szóló vagy, aki ezért kicsit úgy közlekedik, hogy... Elnézést, ne rögi, nem tetszik látni, hogy mit csinál a hülye gyereke? Ez nem, a hülyét azt vegyük ki, de szólok érte. Olyan vagy, amikor a cápa úszik, és így balra-jobbra nézelődik, tudod. Hol lehet szólni, hol lehet rácsapni, hol lehet lecsapni? Nem, azért ennyire nem, de például ez a celofános dolog, eldobta a celofánt, 5 óra volt a metró, egy a fánkot evő hölgy visszatérve egy mondaterére, és szóltam neki, hogy elnézést kérek, de mondom, ott leesett a kezéből az a celofán zacskó. És akkor erre mondja a csaj, hogy igen, és? Hát, hogy föl kell nevenni, mert a metró éjjel 11-ig közlekedik, és mondom, már most szemetes, jó? És mondta, hogy majd te fölveszed meg. Oda tette, és mondtam, hogy én föl is veszem, mondom, meg szó nélkül is. Természetesen. És lehajoltam, fölvettem, eltettem a táskámba. Na de Balázs, 5 órakor kiáll a metró, ki van takarítva, és ő eldobja, és úgy dobja el a szófáltalú, rá fogok szólni, rá fogok, mert a közösségi a metró, a közösségi a metró, többen utazunk, és ha mindenki ezt tenni, nem lenne ilyen rumli. Ilyen rendetlenség, meg és képzeld, hogy hazamegy az Árpád hídig, mit összeszed már ritiküljébe, érte, hogy hazamegy, értettel van. Mert úgy még telep felé fordulva. Anya, mit hoztál? Na, itt van egy fél tölcsér, itt van egy lejlazacskó, egy csokis fánknak a teteje, egy sörös doboz, ez meg egy kis üveg, egy deci pia fér bele. Én nem tudom. Itt a kigazad van, persze bosszantó nyilván. Az a baj, nem szól senki. Ha nem szól senki, akkor meg tényleg ez a... Akkor mindenki csináljon azt, amit de akar. Így is azt csinál mindenki, amit akar, mert bocsánat, azért ez a harc, ez kilátástalan, és elbuktuk. De nem. Azért nincs igazad, mert a szabályok, azok szerintem azért jók, hogy vannak marhára, mert tényleg, ha nem lennének, akkor kétszer ennyi lenne, mert akkor már nem lenne semmire hivatkozni. Nem lehetne. Mert így azért valamilyen szinten azért ez visszatartó erő. Csak látod, hogy nem lehet. A panyesszal. Mi ketten beülünk a te hátsó ülésedre, mert vagy olyan rendes, hogy elviszel igen, bennünket. Láttam, írják, igen. Na, és a gyerek elkezdi enni a csokoládét. De szerintem azért az más nyilván. Mert az a tiéd. Nem, mert tudom, hogy te rászólsz. Ja. És tudod, hogy többet nem fogod meghívni a Feriéket a kocsitba. Baszol, csak kezdeném el nevelni a gyerekedet. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ott most nagyon rászállnék a gyerekre. Félrehívnálak, és finoman hát beszélgetni. Igen. De mert én ez nem... most neked egy nagyon-nagyon sokba fog fájni. Ezt a kengurut 67-ből lőtték. A fajtájának utolsó kengurúja volt. Feri, volt, amikor én bemertem szólni. Tudom, hogy tudod, hogy mi ez a vajbab, de vajon tudod-e, hogy mi ez a vajbőr? Ez volt. Nem tudom, szerintem van az a típusú szóló, aki az a típusú önkéntes rendőri véna van benne, hogy alig várja, hogy nevelhessen, hogy szólhasson, hogy rászólhasson más gyerekére, hogy intézkedhessen. Ebben igaz a gond, hogy jó, hogy teszi. Tessék? azzal én nem értek egyet. Nem tudom. Persze, lehet, hogy igazad van. Szerintem tökre szükség van az ilyen főnénikre, mint amilyen az Anna. Mi meg nem pofoznak. Hát volt, hogy nem mertem szólni, mert filctollal, amikor firkálták a metrót ezerrel, ilyen vastag filctollakkal, 3 nagyon kemény arc, hát azért nem mentem volna oda, hogy fiúk, nem állnátok le? Senki nem szólt, mindenki ült lehajtott fejjel. Na azért ez is nagyon szomorú világ így. Hogy nincs egy olyan ember, aki fölállna és azt mondaná, hogy srácok, fejezzétek be, jó? Tegyétek le a filctollat a kezetekből. Én elhiszem, Balázs, hogy önkéntes, de egyébként én soha nem ütök meg olyan hangot, hogy az ki legyen. Soha nem ütök meg, hát, ahogy, soha nem ütök meg olyan hangot. Az már az magában nyugdíj, olyan. Nyugdíj, soha lehet, nem ütök. Ne haragudjon.
Nem, nem, én nagyon kedves vagyok, szépen kultúráltan megkérem. Hát, ha nem tenné, nem kérném meg. Hát, viselkedjen. Én is viselkedek az én gyerekem, és én nem sértődnék meg, hogyha valaki rászólna a Karinára. Hogy nem venném észre, mert tegyük fel, olvasok, és azt mondaná, hogy kiborította a kisen az üdítőt, azt hiszem, hogy elnézést kérek. Köszönöm szépen, hogy szólt. És hogyha van esetleg a táskámba... De legközelebb ne tegyem, mert úgy pofán vágom. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Persze, Karina, vigye, de ne szóljon bele legközelebb, mert akkor állas kap, igen. De ezek régen működtek, Balázs, ezek igen. Működtek. De tudom, látod, öregszem, működtek. Mennyire szeretnek hallgatók, mert írják, hogy imádlak, Juli. Igen. Na majd azért őt is kérdezzétek meg, mert azért majd bemártam a Julit, jó? Tehát egy kicsit majd tudok róla. Hát kettőtök ezt ez a különbség, hogy a Juli ugyanezt csinálja, csak remegő hangon. Uh-huh. Most. Na de te most akkor eszel, vagy nem eszel egyébként visszatérve? Eszel azért? Pogácsát eszem, amettet, de úgy, hogy ott az acskó, kultúrlényként, és nem olyan dolgot, aminek szaga van. Hamburger büdös, szaga van. Olyat nem veszek, ami az utastérbe ott hagyja a szagot. Hát na most komolyan mondom, ki az a vitézi? Hát miért nem terülsz? Tényleg. Hát, jóba vagyunk egyébként. Megvárjuk az önkormányzati választásokat, és utána ott a helyet. Indítunk. Berakunk oda. Szoktam vele beszélgetni, tudod? Igen. Na jó van. Oké, gyorsan meghallgatjuk a híreket. Jó, Ákos jön, és utána jövünk. Oben bácsira Berulinre lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48:02. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Beszélgetünk, hogy lehet enni a BKV vagy nem, illetve Anna megérkezett némi önkéntes rendőri vénával megáldva, de nagyon sokan igazat adnak neki. Azt írja egy hallgató, látszik Balázs, hogy nem BKV-zol. Az a baj, egyre több a bunkó, lassan több, mint a normális. Igaza van a csajnak, de nem élnék vele. Így az a baj, Balázs, hogy kényelmes vagy autóval, és nem tudod, hogy kell túlélni a BKV-n. Koszt, bűz, ordítozás, verekedés. Írja a Kira. Ez egyébként így van. Az imádlak Júli SMS nagyon jó. Most ültem vele a 37-es villamosra, itt csak áthúzott hamburger és cigi van, illetve hogy legyen rajtad táska, piktogram. Fagyi tilos tábla sehol nincs, ezt Vica küldte nekünk. Tényleg, az meg van még az a piktogram, hogy ilyen hátizsákot nem lehet hordani? Van. Ha, meg van még az egy, is? Azt hiszem, hogy egy ilyen idős bácsi van rajta, egy ilyen hatalmas tatyóval, vagy aha, valami ilyesmi. Az a metrón, hát, az a metrón van. Az metrós? Az a metrón van. Igen. Na mindegy, gyerekek, hát igen. Érdekes. Valás, ha minden a BKV-val mennél, más lenne a véleményed. Így egy hallgató. Az biztos? Én nagyon örülök, hogy már nem kell. Sokat BKV-ztam, az nem, valójában nem hiányzik. De ettél mindig, ugye? Valamikor ettem. Te kultúráltan. Szerintem nem tudnál hozzászokni már. Akkora trauma érne, hogy az valami hihetetlen. Én sokat BKV-ztam. Ezt mondom, de meg hallottam, meg tudom, de figyelj. Hogy nem tudnék hozzászokni. Rettenetes. Szerintem ehhez nem is lehet. Ez egy kényszer megoldás. Elképzelni nem tudod, hogy néha az életben nem lehet hozzászokni. Ha van egy jó könyvet, és be tudsz ülni, egy jó erést tudsz olvasni, hozzá tudsz szokni. De egyébként a BKV-zás, ez egy kényszer megoldás. Azért, vagy nincs jogsid, vagy olcsóbb, vagy nem tedd meg, hogy autód legyen, vagy esetleg ott tesz le a házad előtt, mit tudom, és nem éri meg autóval járni, de hát azért ez mindenképpen egy kompromisszum. Figyelj, folyamatosak a konfliktus helyzetek. Tehát, hogyha... Tudom. Én csodálkozom rajta tényleg, hogy az Annát még nem belezték ki, mert hogy egyébként gyakorlatilag 5 percenként tudnám valakivel összeveszni, összeverekedni, vitatkozni, üvöltözni, tényleg. Tehát néha már az ember ilyen fásult, az ember vérmérsékletétől függ egyébként a dolog. Én nem azt mondom, hogy ha valaki ledobja a szemetet, én arra nem szólok. Én azt mondtam, hogy ha valamit a gyerek csinál, nem szólok rá egy szülőre, hogy legyen szíves szóljon rá a gyerekére. Ennyi. Tehát előttem valaki leönti ketchuppel az ülés, lehet, hogy szólok neki, hogy ne tegye. Én a szülőnek nem szólok. De nem azért, mert nem akarsz vele konfrontálódni? Hát én aztán nem félek a konfliktustól. Azért. Azért ismerhet. Láttál egy pár után helyzetben, hogy azért bele tudok menni. Nincs bennem ilyen. Inkább, tehát most nyilván árnyalatokat kell nézni. Én nem azt mondom, hogy egy büdös ember odajön, és rászorít a hamburgerért, és a fehér vasalt inget ketchupös lesz, akkor azt mondod, ó, uram, tehetek még önért valamit? Itt látok kint egy kólaautomatát, kiugorjak önnek egy 3 decis kóláért, látom, lefolytaná valami ezt a hamburger. Esetleg megtöröltem, azt hát nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy valahogy ezekben a konfliktusok, tehát nem ér annyit a dolog, hogy én ezen felidegesítsem magam annyira. Nyilván, hogy most az embert ott leszik, akkor igen. De ha látom, hogy a gyerek csinál valamit, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb azt a szülő talán észreveszi. Nem szólok rá, hogy vegye észre, hogy mit csinál a gyereke. Hmm. De ennyi. Tehát nem azt mondtam, hogy lehet szemetelni, meg hogy szemeteljenek. Na mi van rendőrként?
Mi gondolkozom? Azon, hogy igazad van részben, de csak részben, mert egyébként őrült energiákat viszel. Szerintem nagyon sokat. Nagyon sok energiát viszel. És tudod, ha például, bocsánat, hogy közben szólok, hogy neked így valaki kijönti, és azt mondja neked, hogy te majd azt felveszed, bíj meg, akkor te azon utána őrlődsz. Igen, én ezen őrlődsz, így van. Kicsit gyomorfekélyed lesz, még ott fönt is azt gondolkozol, hogy miért nem szóltam, mert miért hagytam magam, hazaviszed magaddal, én meg azt mondom, hogy egy hülye nem ér annyit. Érted? És ez nem konfliktuskerülés, mert ha meg kell magad védeni, belemész a konfliktusba, de most egy ilyen hülye visszaszól, hogy majd te fölveszed bémek, te abba konkrétan belehalnál, és három napig ekkora feje járkálnál még mindig, hogy mertek neked, és hogy mondhat, hogy lehet valaki ekkora paraszt? Na, én ezt spórolom meg. Én hogy megtanulom ez nem vagyok inkább hajlandó. Elengedni ezt. Én megtanulom inkább elengedni ezt a dolgot, tehát úgy értem, hogy lepattintom magamról, de én azért szólok, mert hogyha viszont nem szól senki, tehát hogyha nincs olyan ember, aki ezeket a unintelligens nem akarom őket minősíteni, tehát nem teszi helyre, ha ő nem látja saját magát, akkor igen, valakinek kötelessége, mert ez egy közösségi tér. Ez nem ez a saját igen, lakása, ez nem a saját pénzén vett szerelvény, azért tisztázzuk, Balázs. Őnek is benne van egy kis része holmi a magánjáratok. A jeggyel, ha éppen nem lóg, ja, igen. Persze, figyelj, ez nincs jó vagy rossz megoldás, itt mindenki úgy oldja meg, ahogy az ő vérmérséklete ezt egész egyszerűen megkívánja. Igen. De vald be, azért te kicsit ezt még szereted is. Tehát azért te az a típus vagy, aki alig várod, hogy ugasson a kutya lépcsőházba, hogy lemehessél rendet tenni, hogy ha nem hallgattatod el azt a rohadt kutyát, megöllek téged is, a kutyádat is, a családodat is, eltömöm a postaládádat, és ragasztót teszek az áradba, és kicsit úgy mész le, hogy miért nem ugatnál azok. És miért szólt? Nem tudok már valamit csinálni, miért nem mehetek már át? És elmész az ajtó mellett, és belerugsz. Most én itt megint mágián égek el, hogy milyen vagyok, és te menj, hogy ezzel nincs baj, de talán azért mondom, hogy azért ezeket szereted, mert ismerlek. Kicsit várod azért, hogy ma már úgy szállsz föl a metróra. Na nézzük csak, mi folyik itt, mi ez a vírcsap? Leesett egy morzsa, tegye föl a kabátját, maga ne kapaszkodjon. Tehát hat ember tesz a helyre, mire hazaérsz. Pedig nem mész csak 6-8 megállót. Tehát azért van benned vitamin. Van benned vitamin, ezt én nem tagadom, tudom. De azért azt, hogy például a kutyaugatást 8 órában hallgatni, tehát azért az is azért roppant zsibbasztó. Hát tehát élnek, megint kinél van a pont nálam. Van élnek, a pont, hogy nem élnek? Már nem élnek. Elköltöztek. Akartak költözni? Nem akartak. Költöztek? Akartak költözni, mert nem volt más. Csak egy csata volt, a háborút még nem nyerte meg annak. De utána már megnyertem, hál' Istennek, összepakoltak. De ámblokk az egész háborút. A világ primitívjei ellen. Ja, hát az egy bukott háború, ez nem lehet megnyerni, Jani. Szörnyű, ezt el kell engedjük. Szörnyű, nem amikor ragasztó van az áradba? Szörnyű. Beletetted? Érted? Hát azért úgy ki ne akarna költözni, ha naponta ragasztót kapna a fish and cherry zárájól. Nem rossz, amit mondasz, még ide nem jutottam el, de fejlődőképes vagyok. Tehát azt gondolom, hogy benned van vitamin. De az a baj egyébként, hogy sokan tényleg ezek miatt a dolgok miatt, hogy na majd bosszút fog állni, majd leülti a fejemet, majd lerobbantja a postaládámnak az ajtaját, majd kiszúrja a kerekét, így van. Majd kiszúrja a kerekét az autónak, ami ott parkol a ház előtt. Pont az ilyen dolgok miatt nem szólnak. És azért szerintem meg, hogyha ha meg tényleg senki nem veszi fel a kesztyűt, hogyha nincsenek olyan nagyszerű emberek, mint Anna is. Most már én is tényleg azt gondolom, hogy bármi lehetett volna, hogy 20 évvel korábban találkozunk Anna. Na te mondod a szólást, te mondod, beállnak eléd a sorba, három napig vajuttál itt, hogy szóljak, ne szóljak, búde szóljak, búde beálltak el, érted? Még akkor se szólsz, ha beállnak eléd. Tudod, mit szólnál? Téged lehetnének egy kakaós csigával, akkor se szólnál. Konkrétan megennének három giroszt a fejeden, és azt lehet, hogy srácok, hozzatok még egy sült krumplit. Még egy kis majonézt a saját fejemre, igen, egyetleg hozhatok még tálcán nektek 3 deci kólát. Úgyhogy aztán te ne kardoskodjál amellett, hogy ki szól, ki nem szól. Négyen állok beléd a sorba, és azt mondta, hogy valaki még elém. Messze van a szeretős hitatáskám, tegyétek ide. Az mondja, hogy tényleg az a hülye vagyok, aki még rendet mondt, is csinálok utánul. Igen, nem mondta, hogy én vagyok a konfliktus kerülő, mert te még hozol neki 2 görög pizzát, nem tudom honnan, hogy még azt is egyék meg a helyfejeden, úgyhogy... Ezt még Annának elhiszem. De látom, hát azért... nagyon küzd. Van egy kis szénsavasás, meg víz nálam, ez megdöfögtök. Beleöntök egy kis hidegvizet a számba, lefecselje ki nyugodtan, ha önnek úgy jobban esik. Tehát, hát nem ez volt? Hát múltkor beálltak elé a sorba, bejöttél és 3 napig. De azért szereti az Anna féle rendületet. Igen. 3 napig treníroztunk, hogy Jani, szóljál, ha beállnak eléd a sorba. Passzus, az szóljál! Hogy az, amit ő csinál, az inkább nevel, mint amit én csinálok, mert én összeszedem más helyet a szemetet. Igen. Ő meg szól, hogy szedjék össze. Igen. Tehát, valahol az a kettőtök között van a jó megoldás. Igen. Na jó van. Jó van, na. Hát mindenkinek konfliktusmentes BKV-zást kívánunk, nem egyszerű élethelyzet, valóban így van. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai.
Halló! Halló! Erika! Én vagyok, igen. Hello, Erika! Micsoda véletlen, hello! Erika, honnan hívsz minket? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Hát én most éppen bejöttem, hogy reggel egy irodát kitakarítani, és nem sokára megyek haza. Ugye nem Lőrincen? Nem, jó, de van. Kispesten lakom. Jaj, hát, hol? Kispesti. Azt már ne soroljuk Lőrinchez. Toronto mellett még egy kicsit erre. Nem testvérek, unokatestvérek. Jó, lassan máz lesz. Honnan is? Pasarét. Lőrinc! Aj, Istenem, Pasarét. De csak egy köpésre van tőlük. Igen, honnan is? Budakeszi. Ó, hát Lőrinc határa, perce. Na, jól van, figyelj akkor. Erika, mutatjuk, mit csinál Lovenbács Berunén, jó? Jó. Aha, kicsit fel turbosítottak a jacuzzit. Igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La 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 la. Tudom. Kicsi a világ nekem. Így van. Nem találom benne a helyem. Nagyon jó, és most néhány szó arról. Igen. Előadó, nem énekes? Igen. Még a címe se hangzott. Te ki ő? Bele trafálsz a címébe, vagy az előadó, bármi jó. Mutatunk még egy részletet, jó? Figyelj. La-la-la-la-la-la-la-la. Tudom, hogy mi ez, csak nem jut eszembe. Ne. Kicsoda. Hosszabb részlet jöjjön? Nem. De muszáj lesz, figyelj. Kivettük a bögrét, jó? Jó. Na figyelj. La-l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 a
Hát most az egészet megmutattuk. De nem, nem na, tudom, hogy... Na, mit mondtál? Belehalok. Keresem bennem, mondd a helyem. Látok tisztán a holnapot. Lehet, hogy ebben én, ami belehalok. Ezt a belehalokat úgy mondtad, mint alcím, vagy azt mondtad, hogy jó Jézusom, nem tudom, belehalok. Hogy jött ez? Nem, a végét már így tudtam. Ja. A Majka énekli amúgy. Majka, így van, mondja. Tudom. Azaz. Jól van. Figyelj, az ajándékcsomag megvan, egyedül a bögrét vettük ki. Jó, Erika? Jó, rendben. De a többit azért megkapod. Viszont a Ferének szeretném mondani, ha a határúton lerobban a biciklivel, akkor elsétel a Kőbánya Kispestig, felszel a vonatra, és a nyugatiba le tudsz állni. Na, nagyon jó. Hogy viszem honat... tovább a bringát? Onnan meg megy a Újpesten laksz, ugye? Majdnem, igen. Vagy hogyha mentére is tud lenni. Nem, mert mondta, hogy nem szabad föltenni a vonat, vagy a villamosra. Aha, villamosra nem tudsz bringálni. Az igaz. Igen, mert a gyerekem a múltkor pontosan így járt, csak ő a Szabadsághídnál robbant, és mind a két kerekek robbant. Úgyhogy mi is így jártunk. Picka azt várta, hogy azt mondod, hogy hát akkor elmegyünk érted kocsival, és természetesen hazaviszünk, csak szólj nyugodtan. Igen, kicsit is azt hittem, hogy erre fut ki a történet. Igen. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello Erika, ciao, hello. 2 percen pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 9 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, vannak friss közlekedési híreink. Azt nézem, hogy a Gubacsi híd mindkét irányban elesett egy baleset miatt. Aztán 16. kerület egyenes út áll, mint a szöveg, ezt Brown küldte nekünk. Csepel, Ady Endre utca, Gubacsi híd felé nagy baleset miatt szintén áll a forgalom. Fertőszent Miklós térségében szitáló és nagyon sűrű köd van. Ezt Kati küldte nekünk. Csepel papírgyár előtt baleset, nagy a torlódás, M3-as bevezető koccanás befelé, így is nagy a forgalom, pont ez hiányzott, küldte nekünk István, valamint Budapest felé a 2A-n Göd után beállt az út, mint az iszap, ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm annak a hallgatónak, aki írt, hogy bejön és megjavítja a gumimat, tehát nincs baja. Az előző óra. Úgy értett? Igen, mondta, hogy nála minden van, jön és megcsinálja, mondom, nagyon drága vagy, de ez csak egy ilyen felvetés volt. Szögvédett, nagyon jó minőségű gumi, én már többször teszteltem. Szöggel mi? De rendes, tényleg. Hatalmas eső van Münchenben. A rohadt életben, pont délután akartunk menni. Általában egy-két nap alatt oda szokott érni Magyarországra, szóval készüljetek, ére nekünk Zsolti. Hát ezt mondják is. Igen, holnap után. Hogy ma még látjuk a napot. Most még mindenki tényleg használja ki az időt, fagyizzon, amennyit lehet, ne a BKV járatai. Csak úgy, kint a szabadba, mert holnap után megint megkapjuk a kis havi mennyiségünket egy nap alatt állítólag.
Nem vicces. Miből esik ez? Mondjátok a felhőből. Hát négy, de jó, de négy hónapja esik. Egész nyáron esett. Múlt héten is esett. Honnan van ennyi víz? Hogy honnan megy a víz a felhőbe? Hát, hogy aztán leessen? Hogy ennyi. Aha. Hogy nyilván tudjuk a körforgást, értem én, hát emlékszem még, ahogy tanultuk, hogy mitől esik az eső, meg hogyan. Na de hogy most mitől van ennyi? Hogy egész nyáron esett, most az ősz elején esett, szeptember elején, most megint esik, most azt mondtad pont, hogy egy havi eső fog holnap lehullani. Honnan a francból? Ez egyébként jó kérdés, hogy honnan jön. Nem tudom, milyen hülyék vagyunk. Én direkt hallgattam, mert ez esetleg azt sejtett, hogy tudom a választ. De nem. De. Ugye, hogy az ember itt él, és ilyen teljesen természetes jelenségre, mint az eső, egyébként nem tudja a magyarázatot. Persze van a körforgás, tengerből felhő lesz, felhőből eső lesz, ugye egy 3 éves gyerek is lerajzolja, nem? Oké, de ennyi. És akkor most valahol kevesebb a tenger? Megvan az apadás. Hogy miért apadnak a vizek? Mert sok az eső. Igen. Na de utána az visszamegy a földbe. Az belefolyik a patakba, a patakból ér lesz, az érből nem tudom mi. Utána az ér belefolyik a Dunába, a Duna pedig beleömlik a tengerbe. Tehát elvileg nem tud eltűnni az a vízmennyiség, mert a csatorna rendszerből, a földből mind visszamegy ugye a folyóból pedig a tengerbe. Tehát itt nincs marad. Eltűnés, itt marad. Nincs akkor több. Nincs meg az apadás. A világűrből nem jön. Na ne hülyés, de ez most komoly. Figyelj. Hát nyilván ebben benne vannak azért a sokak szerint a globális felmelegedéssel nem összefüggő olvadások is. Aha. Tehát, hogy azért gyakorlatilag eltűnnek lassan a jég is hósapkák, szépen az északi sarknak élve, jége majd beleolvad az óceánokba, stb. Tehát, hogy azért... És akkor az esik le. Bizony, bizony. Ezek azért összefüggnek egymással ezek a dolgok. Látod, hát, csak hogy... tudja. Csak tudja ez a fiú. Akkor most honnan jön ez a sok eső? Az északi sarkról. A jégből. Hát például. Mert ugye nem kötött csapadék formájában van jelen ez a víz, tehát nem jég és hó, hanem gyakorlatilag most már ez felolvadt. És ahogy változik mondjuk a bolygónak a légköre, meg az átlagos éves középhőmérséklet, stb., úgy változnak ezek a dolgok, és úgy lesz egyre több csapadék. Uh-huh. És amikor száraz nyár van? Az mikor is van? Tavaly előtt. Aha. Van ilyen is. Van ilyen is egyébként. Mert... Akkor... Ja nem, hát a száraz nyár van, akkor gyűlik föl, és az most esett le. Érted? Igen. De aztán a száraz nyárat mi követte? Esőstél. Emlékezz csak, hát nem gyenge. Nem gyenge esőzések, aminek a következtében olyan árvizek voltak Magyarországon is, hogy iha, és az Isten, a jó Isten mentsen meg minket tőle, hogy megint valami hasonló legyen. Na jó van. Gyerekek, akkor. Nem tudjuk. Hülyék vagyunk. Ez a helyzet. Hát de azért ne legyél ennyire sarkos, nem vagyunk olyannyira tájékozottak az esőben, de... Ezt megtanultuk valamikor? Meg. Ezt környezet órán tanultuk. Tehát ült ott a kisferék a környezet órán, és megkérdezte ezt, hogy de tanárnő idén miért volt olyan sok eső? Ja, azt nem, csak magát a körforgást tanultuk. De nem úgy, de hogy kellene erre emlékezünk, és volt az Ferike nagyon ügyes kérdés. Megbocsátom anyának, hogy mondtak. Nem hozott kecskét évzáróra. Mi mindig tehenet vittünk, te. Igen, nem hozott tehenet évzáróra. Kecs. Nagyon jó a kérdés, és elmondta. Mert én erre nem emlékszem, nem, nem, biztos csak volt. Nem volt. Az, hogy miért van egyszer több, meg miért van egyszer kevesebb, azt szerintem nincs. Meg egyáltalán miért kellett volna neked ezt tudnod? Amikor bámultál ki ábrándos tekintettel az ablakon, és arra gondoltál, én úgyis a libatelepen fogok dolgozni. Miért kellene nekem már tudnom azt, hogy honnan jön az eső? Az meg fedett. Igen, hogy a szénabálát hogy kell főpakolni, érted? Azt tudni kell, meg, hogy kell fejlni a jószágot. Mennyi kukorica fér bele a góréba? A ganyi és villa hogy töri a kezed meg, hogy nem töri? Ezt kell tudni. Most mit bonyolítottál? Persze, mindig időjárás. Mind gondolkoztál. Mindenki töljön azzal, ami a saját dolga, nem? Azt ennyi. Jaj, gyerekek, egy nagyon érdekes cikket olvastam. Egy elég régi történet, minden esetre érdekes, hogy ez most újra így elindult, és újra ebből cikket álltok. Egyébként ez egy 2007-es történet. Én akkor nem olvastam, vagy valahogy nem jutott el hozzám. Most viszont igen, és a cikk arról szól, hogy a kínaiak kitalálták, hogy megtiltják a tibeti buddhista szerzeteseknek, hogy figyelj, mennyire felvilágosultak, hogy a kínai kormány engedélye nélkül reinkarnárolódjanak. Nagyon jó.
Végre valaki ezt is szabályozza. Én azt hittem, hogy a jakvajas teját tiltják be, mert azt ugye lehet, tehát, ne tegyél jakvajat a teába. Az a harsány színeket. Igen, 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 a kis imazászlókat, érted, vagy az, hogy hívják, imamalókat, mert az marha hangos, az zavar. De a reinkarnációt megtér, ez gyönyörű gondolat. Azt mondja, a vallási ügyekben illetékes kínai hivatal, ami már önmagában szép, hogy vallási ügyekben illetékes kínai hivatal, hogy fontos lépés, hogy intézményesítsék a reinkarnáció folyamatát. Vagyis tulajdonképpen nem születhetnek újjá, ha szeretnének akkor sem, az engedély nélkül, mert akkor viszont nagyon csúnya bünti lesz. Tehát magát a reinkarnációt ők nem tiltják, lehet újra születni, csak majd azt ők megmondják, hogy ki meg mikor és hova. Csak meghatározzák a kereteket. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk az adott hivatal, nyilván van egy Kínában egy ilyen reinkarnációs hivatal, vagy a reinkarnációs ügyek hivatala. Nem, ott csak osztály van, ugye van a vallásügyi hivatal. Ja, vallásügyi, és van a vallásügyi, igen, a reinkarnációs osztály. És amikor mondjuk a reinkarnációs osztálynak a munkatársai kiveszik az éves szabadságukat, elmennek nyáron, egy kicsit ül, akkor lehet. Nem, akkor nem lehet. Akkor nem lehet. Nem tudja, a reinkarnáció, igen, szabadság miatt szünetel. Ott akkor nincs. Nincsen. Azt is meghatározzák egyébként, hogy kibe, mibe, melyik tartományba mehet. Mert valószínűleg úgy, hogy kérelmet kell beadnod. Tehát te érzed, hogy eljött az időd, már vagy olyan állapotban, olyan szinten, hogy újra tudsz születni, vagy az mindig van, tehát mindenki újra szül, mindegy. Hát ez egy hosszú beszélgetés, jó, lenne ennek kinek a meggyőződése szerint. Jó, igen. Tehát a tájékozatlanok kedvéért, az vagyok én, fogod a kis papírodat A4-esbe, és akkor leírod, hogy tisztelt reinkarnációs hivatal, alulírod tisztelt ügyintéző, alulírod csönkpó, engedélyét szeretném kérni, hogy a jövő májusban bekövetkezendő halálom után újjá szülessek, mint... És akkor szerintem ezért ezt meg kellene előzni egy másik levélem, amiben előre jelzik, hogy lesz majd egy ilyen levél, amit te most írtál meg. Tehát, hogy azért, hogy jelzem, hogy koromnál fogva a közeljövőben számíthatok arra, hogy megtérek őseimhez, illetve a lelkem egy másik testbe száll át. Igen, csak azt nem értem, hogy büntetik őket. Tehát mi a büntetés? Visszazavarják az eredeti testbe. Vagy ha megteszed, megtalálunk? Nem hagyják meghalni. Hiszen ez akkor van, amikor ugye hát tulajdonképpen megtörténik maga a halál, és akkor ugye mondjuk, aki sokat meditált, az eldöntheti, hogy milyen képben, hogyan és miképpen születik újra. Akar-e még részt venni ebben a körforgásban? Hát, nem akar, mondom, kiszáll nem belőle. Meghalni. Visszajön segítőként, nem jön vissza, hova megy. Nem hagynak meghalni. Igen, és akkor amíg alá nem írod, hogy te nem reinkarnálodsz, vagy inkarnálodsz egy másik testben. Ha pedig úgy történt meg ez a reinkarnáció, hogy ugye elhunyt az eredeti a lélek előző teste, akkor fogalmazunk így, akkor ők majd megbüntetik az újat? Hát ezt kérdezem, hogy mivel büntetik? Az újszülöttet? Tehát mivel büntetik? Mert ugye azért azt néhány nagy vallási vezető Tibetben meg tudja mondani, hogy hova reinkarnálod. És megmondja a saját inkarnációját, és elmondja, hogy itt keresetek ilyen faluba, ilyen testi jelek alapján. Ezt ugye csinálják is. Hogy bizonyos vezetők megtalálják a saját mesterüket, és van egy ilyen folyamatos kiválasztás. Nincs, hogy az egyik találja meg a másikat, és évszázadokon keresztül ugye az egyikőjük mindig megtalálja a másikat. És aki meghal, a Dalai Láma, a Pancsen Láma, hát ott az ugye egymást megtalálgatják. Ezek olyan érdekes történetek egyébként, hogy 3 éves gyereknek elviszik a cuccét, és a gyerek kiválasztja azt, amit ő előző életében használt, oda nyúlt. Tehát ebből nagyon sok van. Na de itt most ezt hogy? Hát úgy, hogy csak tápszert kap cicit, nem? Itt most megszületik, és azt mondják, ejjj, hát itt vagy, és már kopog a hatóság, hogy tudják, hogy megérkezett. Látod ezt a csörgöt? Látod ezt a szép kis csörgöt? Milyen kis csillogó-villogó, milyen helyes kis hangja van, ahogy figyelsz. Na, ezt nem kapod meg, mert nem engedélyeztük a reinkarnációt. Tulajdonképpen az előnyét, ha nézed, már ha én kínai lennék, akkor ezt azért csinálnám, mert gyakorlatilag ezen túl bárkit bármiért le lehet csukni. Érted? Tehát hogy nem kell különösebb magyarázat, azt mondod neki, hogy figyelj, csak emlékszem rád a múltból, te reinkarnál vagy inkarnálódtál, ezért aztán börtön, dutyi. Simán le tudsz bárkit csukni erre hivatkozva. Döbbenetesek a kínaiak. Döbbenetesek. Most valamikor olvastam, áprilisban megtiltották, hogy nem lehet időutazni. Nagyon azt mondják, hogy se moziban, se mozin kívül, se a filmvászon, se tévében, sehol nincs időutazás. Nincs. Nincs, és kész. Tehát ez elég egész volt. Egyszerűen nem létezik. Elég volt. Tehát csak a jelenben forgatott filmet tudsz, vagy igen, nincs időutazás. Nincs, és kész.
Aha, moziban, appelláta, nincs időutazás. Aztán tudom, most úgy nincs időutazás, hogy múltban nem nézhetsz filmet, vagy múltról szóló filmet, vagy nem forgathatsz, vagy nézhetsz olyan filmet, amiben szerepel az időutazás, és mikor Vissza a jövőbe című filmet, ha megnézed, akkor 30 évig valami kínai munkatáborra kell majd menned. Tehát filmeket sem nézhetsz, és nem ábrándozhatsz közben. Nem élheted magad bele, hogy te is abban a korban élsz, abban a pillanatban, nem hiheted el a történetet. Kell egy ilyen távolságtartás? Igen, hát még ezt magukkal csinálják, de szegény tibetiek, képzeld a Dalai Lámát azért ezeket így. Nyilván ezek a hírek azért hozzá is eljutnak. Csak fáradtan legyen interre már szerintem. Hogy így? Igen. Majd szegényként ő is előbb-utóbb ugye meghal, hát akkor az is egy nagy kérdés, hogy akkor ott mi történik. Ő már megmondta, hogy hol keressék? Vagy ez csak közvetlenül halálod előtt? Hát azért az nem így van, hogy keresetek a Spár mellett a Lidl-ben. A Buda őrség. Hát nem mondtad, hogy megmondja, nem, hogy hát milyen azt a közvetlen, falu. A közvetlen környezetében néhány nagyon magas rangú lámának, ő azt elmondhatja, igen. Mit keresnek ott az állatok? Milyen láma? Ja, az a baj, hogy igen, hátrébb kell indítani ezt, igen. Nem lám. Nem én egyébként. Most ne engem cseszetek már le, gyerekek. Azt mondta, hogy ott van magas rangú láma, igen, van vele. És lesúnya a fülét és köp néhány? Igen, és amerre, köp arra kell elindulni. Nem, hát azért ott van néhány megint magas rangú ember ott körülötte. Ugye, és akkor nekik megmondhatja, én nem tudom, hogy ő most jelen pillanatban fog-e még újjászületni. De hogy vége a Dalai Láma intézményének teljesen egyértelműen, az egészen biztos. Na, most akkor megpróbálok kevésbé hülyének tűnni, de miért? Tehát, hogy miért van vége? Azért van vége, mert abban biztos vagyok, hogyha ő meghal. A vikunya védett állat lett fel. De itt lámák vannak. Azért, mert ha ő meghal, akkor a kínaiak egészen biztos, hogy vagy kitalálják azt, hogy megszüntetik magát az intézményt, amit nyilván a tibetiekben nem fognak tudni, mert ők viszik a Dalai Láma képét, iszonyatos áhítat van és óriási szeretet. Vagy pedig azt mondják, hogy majd mi választunk egy Dalai Lámát, aminek nyilván átmossák az agyát, elviszik 16 évig tanítják, ahogy egyébként megcsinálják ezt már, mert karmapából is kettő van. Az egyik Kínában tanul és kimosták az agyát, a másik ugye nem teszi be a lábát Tibetbe és Indiában él és járja a világot. És azt mondják, hogy a Dalai Láma nálunk született újra Pekingben, 16 évig majd mi tanítjuk. És milyen meglep a kommunista párt tagja. Igen, egyébként belép a kommunista pártba. Mi történik? 16 évesen megjelenik, azt ugye, hát vagy visszaültetik Tibetbe, de szerintem nem ismerik bevinni, vagy azt mondják, hogy a kínai kormány küldte, a kínai állam, és akkor itt van a ti Dalai Lámátok, aki majd elmondja azt, hogy egyébként Tibet mindig is Kína része volt, és hát én vagyok az új Dalai Láma. A Dalai Láma ezt úgy tudja kivédeni, hogy vagy azt mondja most a híveinek, hogy én nem születek újra, és ne is nagyon keressetek, szerintem ez egyébként egy várható lépés lenne, vagy azt mondja, hogy újjászületek, de őt már a büdös életben nem fogja elismerni. Ezt csinálni valaki, hogy újjászületek, vagy nem születek? Tehát, hogy ez hát ezen a szinten azért igen, az ilyen nagy fokú meditációs mesterek azért elég sok mindenről tudnak dönteni. Igen, van egy olyan átadásvonal, amit ha megtanulsz, akkor azt is meg tudod csinálni, hogy tulajdonképpen olyan rezgéseid maradnak, hogy csak a fogad meg a hajad marad meg a halálod után, minden más az egyfajta ilyen energia. Neked a májad is megmarad. Az biztos, az tartósban. De ezek már elég titkos átadások. Nem, ez a láma ügy, ez megfogott nagyon, mert ők is isznak szépen. De igen, szóval a Dalai Láma halál azért nagyon érdekes dolog lesz, de szerintem ott van vége ennek a történetnek, Isten igazából. Mármint Tibetnek sajnos. Egy több ezer éves kultúrára rányomod a pontot Dalai Lámaként. Hogy nem szülesz többet, ugye? Ha ő úgy dönt, ugye? Hát ezért ez visszanézett. Nem ez az első a történelemben, olyan több ezer éves kultúra, ami egykor virágzott, és aztán Csak egy saját döntés, egy kicsit érted? Tehát, hogyha ez a reinkarnációs dolog működik, ezt ő maga határozza meg. Legrosszabb esetben vagy lesz két Dalai Láma. Tehát az egyiket megtalálják valahol, ha mondjuk Tibetben születik újra, gyorsan megpróbálják kicsempészni, mert ez elég nehéz, vagy újjá születik Indiában, és lesz egy másik Dalai Láma, lesz a kínai Dalai Láma, a hivatalos Dalai Láma, aki már jöhet, mert utazhat, ott lehet Kínában, és a kínaiak azt mondják, hogy na hát de higgyétek el, hogy mi megtaláltuk az igazit, és itt született újjá Kínában. Mert de elviekben bárhol újjá született a világon, tehát például Tápia Györgyén is. De abszolút. A Tápia de Györgyei Láma. Újszászon is egyébként, vagy bárhol, tehát hogy megérkezhet. Aha. Megérkezhet oda tulajdonképpen. Igen. Zenei végzettségük van ezeknek a dalaiaknak? Hogy tudnak miért, ha nincs, akkor nem, akkor lenézem. Vannak dalaik. Igen, nem. Jézus Isten, hogy vannak-e dalaik? Igen, azt hiszem, hogy van egy középfokú a Doromból. Nem tudom, gyerekek, azért azon gondolkozunk, azt mondja valaki, hogy csak állat, azért, na tessék, csak állat. Jó, jön egy hülye kínai, és azt mondja, hogy Magyarországon is tudjuk, hogy titokban újjászülettek, ravaszak vagytok, csúnya dolgot csináltok, a kommunista párt ezt elítéli, de megengedjük, ha csak állat, tessék, mindenki mondhat egy állatot. Az a baj, hogy én nagyon szeretnék valami nemes állat két évben újjászületni, de szerintem én szurikáta leszek.
Nem jó. Kidugom majd a kis fejemet a izébe, a lúgból, nézek riadta jobbra, balra állandóan. Jön a sas. Így van. De nem, hogy mi lesz, mi lennél, tessék, ha mondjuk állat lehetsz. Mert úgy döntesz. Hiúz. Aha, hiúz egyértelműen. Tök magányos, jön, megy, egyedül van. Hát, na, és a kérdésed? Nagy a farka is. Van kérdésed? Ember és állatgyűlölő, jön, megy, botorkál ott a sziklákon, ennyi egy jól el van a párjával együtt, persze. Igen? Aha. Jönél, mennél ott a szik... Már még sziklamászti, sziklamászti. Így van. Nagyon nem vált. Vegetáriás. Kis fitos segével, érted. Kis apró farkába. De vadásznak rád, kilőnek, félelemben élsz, menekülsz, de nem tudom. De ne, itt lakik, akkor nem lőnik meg nem ki. Vagyunk, hiúsz, így már van, nem vagyunk sokan, megvédenek. Így van, vigyázzunk. Jó emberek. Azt nem tudom, hogy én mi lennék, azt viszont tudom, hogy ti legyetek önkedvesek Angus marhaként újjátületek, akkor én viszont megehetlek benneteket. Na tessék, te mi mondj egy állatot. Nincs én jó, nem igazából minden állatok megvan a hátránya. Mi lennél? Állatnak születhetsz újját, tessék. Egy nagy, gyönyörű elefánt akkor már. Elefánt lennél, orvadászok kilőnek. Nem jó. Akkor bálna, nem fogságban nem, esik, japuk, bálna, nem vadásznak a japuk, egyszer csak ott úszkálsz ott a gyerekeid, egyszer csak egy dárda belefúrodik a fejedbe. Fehér cápa. Fehér cápa, az óceán ura, nem vadásszák. Csúcsragadozó. Csúcsragadozó, neki azt hiszem nem eszik meg az uszonyait se, a lökött kínai haverjaink. Az jó. Na, fehér cápa. Na, az jó lenne. Egészséges. Figyelj, és mi lenne, hogyha ha néha feri, búvár. Hogyha mondjuk akkor picit csalódott lenne, hogyha egy másik fehér lennél, de mondjuk nem cápa, hanem azon vennéd észre magad, hogy egy kis pici, apró kis libácska vagy új kígyózsal a libát. És körbenézni, hogy én ismerem ezt a helyet. Valóban látom. Én ismerem ezt a helyet. És jönne a gégecső tömésre. És ismerem. Na most azt elárulom neked, hogy nem állt, egyrészt nem, már, de hogy nem volt rossz dolog, mert mindig sört öntöttek bele a izébe, képzeld el. Sörrel itatták őket. Így van. Hát figyelj, isteni dolguk volt. Isteni. Na mondom egyébként, hogy a hiúz testhossza 1 méter, további 15-25 cm tesz ki az állat farka. Tehát igen. Értem én, hogy akkor... Hát... Értem én. Értem én, hogy szeretem, hogy így eltolódnak egy kicsit az arányok, lényegesebb részek fel. Mr. Big. És hát ki kell, hogy ábrándítsak, mert a párok csak párzási időszakban vannak együtt, január és április között. Egyébként szétválnak. Féltem. Magánzók. Picit féltem tőle, hogy ezt elmondod, ez is a terv része. De azt gondolom, hogy a lényeges pillanatokban, a fontos pillanatokban legyünk együtt, egyébként meg ne cseszegessük már egymást. Tehát január-április között kicsit belehúzol, majd áprilistól januári kicsit swingerezel, meg jössz, mész, meg kicsit bekostolsz mindenhova. Igen, felderítem a terepet. Jó az. A Katica se rossz, mert állítok, 40 percig van orgazmusa. A jó, persze, a malacnak meg 90 percig, igen. Na, igen, ezek akkora kamuk. Meg bocsánat, tehát, hogy egy Katicának az orgazmusát, azt hogy mérik látod le? Vagy az arcán. Ja, hogy iszonyatosan izé. Szuszog, és a hátán pörög, vagy csapkod a szárnyaival. Kapál a kis... Rákasztasz egy EKG gépet, és felmegy a pulzusa. Igen. Ez fehér cápa. Az állat magányos. Magányos. Azt én nem szeretem. Azt nem, az nem. Azt nem. Nem vagy te. Állandó mozgásban van. Azért ez se jellemző rán. Micsoda. Mostanában igen. Folyamatosan eszik. Mondjuk egyébként ez egy vagyok, jó. Nem rossz, igen. Folyamatosan eszik. Tengéri madarak, cetfélék, fókák, delfinek. Ez a táplálék. Delfin, az társas lény. Aha, várjál, az intelligens, akkor nem lehetek én. Katica se jó, szomorú a története, körülbelül 1 évig élnek. Ez mit jelent, valaki egyszer követett egy katicát? Azért ez milyen, mikor fél évnél elveszített. Igen. Berepül egy ilyen, berepül a sus... A rohadt életbe. Mit akkor érted? Hogy ment a katica mellett? Kölös párgát kötött a lábára, és nézte, hogy 1 évig él. Hogy? Az miért van, hogy... Ne repülj, repülj! 10 éve tudod, minden harmadik óra elrepül. Azért az, hogy jössz rá, hogy 1 évig él a katica? De az, hogy van, hogy egy csomó más állatfajról nem tudunk semmit, a katicáról meg ennyit. Tudjuk, hogy mennyire tart az orgazmusa, érted? Tudjuk, hogy meddig repül, mi van? Van valamilyen katica úgy intézet, vagy alosztály, vagy valami? Hát vagy nincs jó. Nincs jó. Figyelj. Valamilyen madár lennék, nagyon irigylem őket. Olyan fokú szabadság van bennük, az szerintem ragadó, jó. Ragadó, sas mondjuk. Tessék? Sas. Az igen, az mondjuk menő. A sólyom azért menő. Egy emu. Figyelj, az emuk szerintem nagyon menő. Az a baj a sólymokkal, hogy ők mindig ülnek az autópályán, és bámulják az autókat valami fura perverzióban. Én legalábbis látom, ülnek ott az M3-ason, és fáradtan nézik a közlekedő autókat. Hát nem akarnék egész nap az M3-ason. A szándóföldön nézik szerintem a rágcsálókat. Nem, ülnek az autópálya mellett, és nézi az autópályát, szereti az autót, és ott látod, hogy üldögél. Hát azért azt most... Azt nem akarnám. Hát. Minden nap megkérdezik, hogy önkecsege.
Önkecsege. Ez egyébként jó állat lenne. Szóval galamb? Az a baj, hogy a galambot is levadásszák. Ki vadászta? Hát a sas például. Hát elég sokan. Mert gyakorlatilag egy zsákmány állat. Nem, nincs jó válaszod. Legyen kemények a kínaiak. Mondom, ez egy régebbi cikk egyébként, de döbbenet, ha ők ezt tényleg így gondolják, hogy mennyire kemény. Fogalmuk nincs. Nem? Kemény, bizony. Szegény tibetiek, hát ez leginkább nekik. Nekik nagy csapás. Teljes gáz. Viszont felé van még egy fehéres állat és vízi és társas lény. A dugong. A tengeri tehén. Reggel estig legelhetnétek. Egyébként, de vegás, ne, az nem az én életem. Feje lefelé úszik, egész nap vízbe van, megvagy. Nagy bajúsával, nem okos állat egyébként. Nem, de vegás. Az nekem nem való. Hát és irgalmatlan cölöp himbálózik. Alatta. Igen. Na jó van, 9:30 volt, pontosan 5 percem. Hármas ugrásra lehet egészen nyugodtan jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ismét trafi az M5-ös Újhattyári lehajtójánál Szeged felé. Most elbújva fotóznak, úgyhogy mindenki figyeljen. A Budapest-Váci vasútvonalon bizonytalan ideig nem jön a vonat. A gyerek dolgozni menne Pestre 9 órára. Hát... mi az, hogy bizonytalan ideig nem jön a vonat? Ezt mondják be, hogy bizonytalan ideig szegényeknek nem mondanak semmit? Hol van a mi sajtóügyeletesünk? Hát igen. Piros a vonal, vagy zöld a vonal, vagy mit jelent? Igen, ez a bizonytalan ideig ez azért tényleg, tehát nem túl konkrét. Tehát akkor vagy azt írják be a megfelelő oldalon, vagy megfelelő rovatban, hogy fogalmunk sincs, vagy azt, hogy mikor jön, nem? Bizonytalan ideig. A fogalmunk nincs, az tetszik nekem. Az nekem jó. Az mikor jön, igen. Fogalmunk nincs. Ja. Jó. Akkor legalább az őszinteséget érzel. Érzed bönkötte, nem? Igen. A Balázs megint válogatja a zenéket? Nem, gyerekek, tényleg Gaga volt, de nem, semmi közöm hozzá. Abszolút. Semmi. Tényleg, nem teszünk be zenéket. Nem válogatja. Válogatás nélkül küldi be a Gagát. Igen, minden nap egy Gaga az abszolút. Az abszolút jó. Igen. Feri, én még nem láttam fehér cápát angusz marhát enni. Bár ezen a téren nem vagyok túl tájékozott, írja valaki. Hát, ezt látszik is az SMS-edből, mondjuk a kettő dolgot nem kell összekeverni, mert a két kollégát szeretném angusz marhaként újra látni, úgyhogy én még nem haltam meg. Mert akkor ugye van értelme. Aztán, ha én meghalok, akkor legyek fehér cápa. Aha. De hát. Aztán azt kitaláltuk, hogy ne legyek, mert az magányos szegény. Igen. Jó, Feri. Minden. Én megfosatlak, öcsém. Igen. Írja valaki, hogy a Dalai Lámának mindenféleképpen vége, mert a Pancsa Lámát eltüntették a kínaiak. Na most, ha valaki ez nem ért ehhez, akkor most ez így fura egyébként. Aha. Igen. A Pancsen nincs Dala. Akkor nincs Dala. Aha. Nincs Dala? Ezt mondtad, hogyha nincs Pancsen, nincs Dala. Aha. Elvileg ez egyébként ebben van igazság. Tényleg, igen. Szegényként. Nem, azóta se tudják, hogy hol van. Most két Pancsa Láma van. Van egy az igazi, akiről nem tudják, aha, hogy hol van, valószínűleg házi őrizetben, és van egy, amit a kínai kommunista párt megválasztott, hogy nem. Szeretettel köszöntöm az elvtárskör taggyűlésen, választunk Pancsen Lámát. Ki vállalja? Én! Hát nagyjából. Nagyjából. Hát 93-ban, 4-ben nem tudom, valamikor választották meg hivatalosan. Igen. De hogy elvileg a tibetiek meg, hát nyilván a Dalai Láma is tudja, hogy ez nem az igazi. Aha. Tehát ők csak így válaszgatnak, tudod miért rossz a Dalai Lámának, hát mert őt is csak így fogják, aha, akkor megválasztani. Tehát az nem túl szerencsés. Ez hülyeség, ez a 40 perc orgazmus a Katicánál, ezt többen írják, nem tudom, hogy ők miért tudják jobban cáfolni, mint ahogy mi azt jobban tudjuk állítani. Minden esetre érdekes. Én úgy általában elég szkeptikus vagyok azzal a tudás mennyiséggel kapcsolatban, amit mi a Katica bogarakról így összeszedegettünk így az elmúlt évtizedekről. Én azt sem hiszem el, hogy 40 percig tart, meg azt sem, hogy valaki tudja, hogy nem addig tart. Én még nem láttam. Én még nem láttam ilyet. Pedig azért láttam már egy-két dolgot az életbe. A fél gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy bodovácsokat vizsgáltam a Tatabánya téren. És ők meddig csinálják? Hát figyelj, elég sokáig fel és folyamatosan, és hát most nem lehet őket megkülönböztetni egymástól. Hogy tehát könnyen lehet, hogy az a 10 pár volt állandóan egymáson csak, mert én nem tudtam őket megkülönböztetni, de ők állandóan üzekednek. Jelölő filccel vele kellett volna írni a hátukat. Egyes, kettes, hármas. Egyébként ebben van. Ők mindig együtt járnak egyébként, tényleg. Ők állandóan. Igen. Állandóan, sőt, hát egyébként lehet, hogy nem is párszásról van szó, hanem csak cipekednek. Viszik egymást. Gyere, te só, ugorj fel a hátamra. Kicsit fáradt vagy elvisztek? Persze, elviszlek a jegenyéig. Fura.
Igen. Van egy friss közlekedés, írunk az M3-as Pest felé, a Füzesabonyi kijáratnál a 115-ös kavics után van egy lézer. Előtte sebességkorlátozás természetesen, ahogy az lenni szokott. Ezt Kis Kakas küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló. Halló, szia. Kriszta. Hello, Kriszta, jó reggel. Mi újság? Nincs, semmi. Honnan hívsz minket, Kriszta? Kőbányáról. Na, picit lehakítod a rádiót? Igen. Jaj, de jó, köszönjük szépen. Otthon vagy, azt mondtad, ugye? Igen. Kőbánya. Kőbánya, hogy nem dolgozol? Délutánra megyek. Na, mit csinálsz délután? Nem publikus. Húha, na innentől kezdve kezd el minket a dolog igazán érdekelni. Igen. Bármit mondtál volna, mondtam volna, hogy menjünk bármit tovább, de azt hívben mondtad, hogy nem publikus. Igen. Hogy nem beszélhetsz, vagy nem akarod elmondani? Nem akarom elmondani. Uh-huh. Annyira kemény meló, mi? De szégyelled, vagy ciki, vagy... Nem. Valakinek nem szabad megtudnia? Nem. Vagy. Nem szabad, vagy bár nem ez? De megtudhatja, csak nem szeretném elmondani. Aha. Jó. Mit csinálhat Kriszta, amit nem szabad? Ez kétkezi munka? Igen. Nem. Na, nagyon szépen nevetgélsz ezzel. Nem, de jelenleg, hát nem akarod elmondani, nem erőltetem. Csak mindig kíváncsi, egyszerűen fölébred az emberben egyfajta kíváncsiság, hogy nem is az maga a konkrét munka után, hanem hogy miért titkos. Tehát inkább az indok érdekel. Nem titkos, de nem akarom elmondani, nem szeretném elmondani. Aha. Ilyen kellemetlen tevékenység? Nem. Szereted csinálni? Igen. Aha. Igen? És egyedül vagy a munkahelyeden, ha csinálod, vagy többen is ezt csináljátok? Többen is ezt csinálják. Igen. Na, azért meg jól esik, mert fizetnek érte. Egyébként bajod nem lenne belőle? Elmondhatnád? De nem szeretném elmondani. Nem lenne bajom belőle. Uh-huh. És Kőbányán van ez a munka? Igen. Uh-huh. És ott is nőttél fel? Vannak jobb helyek, de neked megfelel. És otthon végzed? Nem, a munkahelyemen. Aha. Ez a munkahely egy lakás? Nem. Uh-huh. Masszázszalon? Nem, egy gyártelep. Egy gyártelep. Hú, még izgalmasabb. Ajaj. Aha. Mi ez a hang mögötted? Nem mögöttem, fölöttem. Na. Repülő. Aha. Egy gyártelepen. Jó, hangos ez a repülő. Gyerekek, nem fogjuk megfejteni. Nem. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, figyú. Szerintem már a második is nehéz. Egy hölgynek mindenképpen. Hát, szerintem bajba leszel már az elsőnél is. Hát próbáljuk meg. Megnézzük, figyelj. Persze. Na nézzük, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Melyik tudományos, fantasztikus... film főhősei a Navi nevű lények? Navi. Tudományos? Tessék? Ez tudományos film? Ezt nem tudtam. Hát tudom, és fantasztikus. A hivatalos besorolás szerint ez egy sci-fi. Az meg tudományos szerint a tudományos fantasztikusnak a rövidítése angolul. Mm-hmm. Navi. Most is megy a sorozat? A sorozat különben? Nem. Mozifilm. Nem. Bár rajzfilm sorozat van már belőle. Igen. Én mondtam, hogy neki se kezdjünk. Ez egy hihetetlenül sikeres film volt. Szerintem ez nehéz lesz. Bár nem, mintha lenne valamit vesztened az elején. Bármin vesztenivaló. 200 millából csinált, vagy 2 milliárdot. Tehát egy rettenetesen népszerű volt ez a film. Lesz belőle kettő? Lesz. Igen. Most készül egyszer a kettő, meg a három. Jézusom. A rendező egy bolond és egy zseni. Egyben. A nagy kopintó mester. Fogalmam sincs. Hát jó. Pedig most vártunk. Most aztán vártunk elég sokat. Ez az Avatar című film volt. Nem láttad? Láttam, de nem fogott meg. Aha, azok a kék kis az, azok lények. A három méteres. Igen. Farkas, fura orru. De jó film. Szeretem. Igen, hát sokat nem tudtunk meg róla, se azt, hogy mit csinálsz, meg azt se, hogy most semmi más. De nem baj. Ez egy rövid játék volt. De egy titokzatos lány maradsz a közös múltunkból. Igen. Krisztán. Jó, rendben. Köszi a játékot. Nincs itt, én köszönöm. Ciao. Hello.
Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, komolyan mondom, miért titkos, hogy valaki mit csinál. Nem? Hát figyelj, hogy a repülőgép hangárban dolgozik, érted? Aha, mit csináltok? Olajat szőkítünk. Egy, na. Egy ugye, régi gyártelepe. Lehet, hogy a mit ez, a, tulajdonképpen a kecskeméti katonai repülőtéren a grippereket takarítja. Érted? Tényleg, porolja. Porolja, és arról nem lehet beszélni. Hm? Azt mondja, aki egy börtönből telefonált. Az lehet egyébként. Anna, te se kérdezted meg? Mit sem kérdezted, nem? Már mosolyog, nézd. Aha. Na jó, 4 perc a pontosan, 9 óra. Jönnek a hírek, mi pedig, mivel kedv van, ez ugye azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt hittem mondani akarsz valamit, hogy felemelted a fejed, mint egy ilyen kis szurikáta. Hát hiszen. Felpillantottál a napra. Most valami jön, és megvilágosodott. Igen, hát néztem, és ez volt a tekintetem. De jó lenne, Istenem, de hát azon nagyon sokat kéne melódni, hogy mi megvilágosodjunk, milyen jó lenne az. M3-as füzesabony lehajtó a felüljáróról Budapest felé mérnek, mentős Laci küldte ezt nekünk. 67-es úton a vízi elágazásnál civil kisbusz mér. Jó utat, szép napot, Jámbor Bika üzente ezt nekünk. Fogarasin a Kerepesibe fordulás előtte a külsőben lepukkanva egy teherautó, kerülgetni kell, mindenki figyeljen. Basszus fiúk, nincs semmi az M2-n, egyik sáv fele le van bójázva és annyi, meg egy Bambi. Balesetnek csak a rajzai vannak ott, dugó semmiképp nincs. Igen, mi beszéltünk dugóról még kora reggel, aztán jöttek az SMS-ek, hogy torlódás van, de a baleset romjait már hálisan eltakarították. 214-es kilométer szürke szálból mérnek az M3-ason Budapest felé. Lucius küldte nekünk, köszönjük. És a 115-ös kavicsnál is van egy lézer. Ez is szintén az M3-ason van, ez a füzesabonyi kijáratnál, Pest felé szintén, és ráadásul ott sebességkorlátozás is van, kiskakas üzeni, úgyhogy abba szépen sokan belefutnak, mindenki figyeljen. Na jól van, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Szatibi. Ha az nagy jacuzzin van, nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hiddétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kaszatibi, kaka-kaszatibi. Wow, kaka-kaszatibi, kaka-kaszatibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi. Na, mi van? Olyat találtam nektek, hogy besírtok. Na. Koránkeléssel ugye állandó küzdelemben vagyunk mindannyian. Én rémesen utálok, tehát én ebbe az egy reggelbe is belehalok, egész héten regenerálódok utána, tehát hogy teljesen kész vagyok. De van egy program, ami végre megoldást nyújt, mert ha azt gondolom, hogy ha valamire van kedved ébredni, akkor egy pici játékot vinni a reggelbe. Létrehoztak egy alkalmazást, az a neve az alkalmazásnak, hogy Véki. Ezt én kerestem, egyelőre nincsen, de nálunk ismerem. Nálunk nincsen. Androidban van? Androidon már van. Még nem raktam föl, de nagyon nagy. Figyelj, a lényeg az, hogy az egész világon regisztrálnak emberek, már 1,5 millióan regisztráltak rá, és hozzád hasonló korú, viszont ellentétes nemű egyet fog téged ébreszteni a megadott időpontban, és a programon belül látod a kis képét, tehát itt rögtön van egy ilyen példakép, hogy ki fog ébreszteni. Hát most figyelj, a holtamból föltámadok ennek a kis. Ja, nyilván egy tök jó csaj van befotózva azonnal, igen, a tesztprogramban. Jani, igen. Mutatom neked is, nem hagylak, az ennek kis őzikének azért kiszaladt az erdőből. Igen, én ezt olvasom, ezt a cikket, én, hát én nem találom még az áruházunkban. Nálunk még nincs. Nincsen. Valami orosz verzió van, az nagyon rossz, de hogy én még nem találtam. De hogy hamarosan jön majd erre, és nyilván itt az engedélyeztetési procedúra hoztam, mert nekünk olyan telefonunk van, ami ugye egy professzionális rendszer. Hát igen, ugye, tehát nem egy, a másik. Nálunk tesztelik, ugye, vagy előjöjjenek, ugye, mindenféle gyerekbetegség.
és utána pedig átkerül a iPhone. A prémium, köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondanom ezt, igen. Igen, minket prémium felhasználókat ezektől a gyermekbetegségektől meg kimélnek, ugye ezt kimondhatjuk. Nálatok letesztelik és a fut, akkor jöttök a prémium felhasználás. Jöttök már, igen, hozzánk is az App Store-ba. A lényeg az, hogy egy percig tarthat maximum a hívás, viszont látod a képét annak, tehát vadidegen embertől kapsz egy ilyen ébresztő hívást, mint egy szállodában. Beleszól, elmondja, hogy ébredj, kis barátom, nem tudom, és egy percig tartott a hívás, látod a képét, tehát ezért finoman ezzel így lehet egy ilyen reggeli flört, azért akkor csak úgy kiülsz már az ágy szélére, nem? Azt nem fekve fogadod. Számot látsz vajon? Nem, számot nem látsz, de a fényképét látod, a nevét látod, most az egy perc alatt, hogyha nem szeret ki belőle a számot, akkor igazi béna vagy. Hát én azzal kezdem, jó reggelt, mi a számod? Hát nem előbb nézve a képre azért. Igen, nézd meg a képet, hogy ki. Ja, csinos igen. Vagy, kamu vagy, igazi, mi a számod? Hát én mivel kezdenék? Tehát én egy ilyen állandó szundira visszaraknám, nekem kérnék egy ilyen standard 10 ébresztés, mert nagyon visszaalvós vagyok, tudod, hogy tudjak szemezgetni az ébresztőkből, nem? Igen. Jónak tűnik, ki akartam próbálni, mert valamelyik reggel csak nem találtam. De az megvan, tehát azért ezt otthon eladni. Hogy tudod valaki, szia, anyuci vagyok, ébresztéskét, és magyarázd el otthon anyának, hogy most mi történik. Hát fejlő, hogyha ő már nem töltött el a telefonjára, és ő meg nem ébreszti valami szépendél. Igen. Szevasz, Zoli vagyok. Igen. Nagy, igen. Szia, Mónika, Kongóból. Hatalmas dolgokra vagyok, ember hortyog még a hálózsákban. Van egy percünk, nekem annyi elég, gyere, Mónika. Szóval, és minden más országból is hívhatnak, tehát itt nem is egyértelmű, hogy magyar jelentkezik hát be, hanem itt egy bejelentkezik egy svéd csaj, egy perui srác, tehát itt bárki lehet. Hát egy jó kínai. Arra azért csak kipattasz. Van már nálatok? Mi a neve? Vakiev, úgy írják W-vel. Azt mondja, hogy Vakiev. Vakiev, nincs V-a V-vel. Vakiev. Vakiev. Jó, az egy régi leidegződés. Vakiev, W-vel. Meg lesz. Azt mondja, hogy... Van, ami orosz verzió nekünk van, de viszont, ez a legnagyobb csak, amit keresi a Jani, hogy ami egy ilyen alternatív felhasználása. Ha bármikor véletlenül valami ex-csajod, vagy valami becsörög, ki volt az kicsi? Megküldt az ébresztő. Igen. Semmi. És cenzúrázzák vajon, hogy én mit mondok, vagy abban az egy percben én úgy keltem föl, ahogy akarom? Szerintem ahogy akarod. Ahogy akarom? Hát ez egy élő hívás. Egy élő hívás, tehát az a lényeg, senki hogy... nem ül ott és cenzúrázza. Hát lehet jelentkezni ébresztőnek, meg ébreszteni valónak, és akkor te eldöntöd, hogy te azt mondtad, te ébreszteni. Nyilván a dolognak a lényeg egyébként valami elfuserált ismerkedős oldal akar lenni ébresztésnek. Nyilván az egész totálisan el van rejtve, persze. Megint egy teljesen igen. Legális ismerkedési ezek, program. Jó reggelt, neked is mi a számod? Igen. Tehát, hogy most hogy nyilván hol ezzel vagy, fogsz kezdeni. Messze vagy nem jó. Közel, gyere el. Igen. Egyébként nem. Jó, figyelj, nagyon nagy, hogyha föl fogják tenni, én telepítem, azt megnézzük, hogy mit tud, jó? Jó, egyszer jó, mindenképp. Egyszer kölcsére? Egyébként nem, azt meg lehet... Kölcsél? Felkölcséle? Vesd meg az ágyat, aztán kölcsél föl. Hogy egyszer nem, szívesen ébrednél? De ez nem kell alkalmazás, én fölhívlak téged reggelente, akarod? Tök nem kell alkalmazás. Hívják föl holnap, tegnap, vagy holnap. Tegnap? Na, kölcsenek, hívják föl tegnap. Hívják föl tegnap, akkor. Hívják föl holnap ötkor. Az igazi személyiség, tudod, tesó, persze, hívják föl tegnap. Tehát tudod, mennyire akarsz. Jó, mindegy, megnézzük, jó? De jó. Nem a nehéz korai ébredés az, ami ma reggel böki a csőre. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Se. Na. Jani közben telepíti. Már megvan. Nálatok megvan? Úgy csinálok, mint hogyha most ébrednék. Jó. Kettes már fogod magad holnap. Hát ne állítsa be most 5 perc múlva. És aha. Akkor még adás alatt becsörög. És én is Jenniferrel ébresztessem magam, ahogy Tibi. Jennifer O'Donnell-el, aki 29 éves. Ha Jennifer véletlen hallgatja az adást, engem egész nap ébreszthet. Na, állíts be magad annak holnap. Ébresztess már föl magad holnap reggel. Kíváncsi vagyok, tényleg. Jó. Jó, telepítem. Jó. Na, egy pici parkolási morál itt a böki a csőrömbe, és megint belefutottam, ez egy állandó problémám egyébként, mert engem nagyon idegesít, ahogy mi magyarok parkolunk. Mentem egy kis utcában, nem emlékszem pontosan hol volt, és egy nagyon tündéri idős néni vitte valóban gondolom a kislányát, meglátott egy picike helyet, ami fel akkora volt, mint az autója, de mondta, hogy be kell ennek ide férnie.
és elkezdett szépen betolatni. Látszott, hogy fél az egésznek se eleje, se vége. Tehát azt tisztán látszott, hogy oda az nem megy be. De be kell annak odaférnie, és ezzel a lelkesedéssel szépen neki ment a mögött álló autónak egyszer. Azt mondta, hogy add még ennek még egy esét. Meg hát, ha arrébb lökte az autót, tudod, és akkor nagyobb a hely. És finoman így lökhárítóval így tologatta a mögött álló autót. Meg kell annak valahogy férnie. Mellé gurultam, amennyire tudtam, és mondtam neki, hogy néni, kérdés csak, hogy kétszer neki tetszett menni a mögött álló autónak. Jaj, nagyon szépen köszönöm, kisfiam. Nem vette észre. Adott egy nagy gázt, azt elment. Ennyi. Nagyon nagy. Tehát, hogy olyan, tologatta, kicsi fészkerődött ott, kicsi ez a kabát, kicsi ez a kabát. Köszönöm, kisfiam, adott egy gázt, és elment. De mert két nyugdíjas biztosítási csalást akart így csinálni, és az papa, törjük le az autódat egy kicsit. Tegyünk rá lökött, törött lökhárítót. Hallottam a Morning Show-ban, hogy így csinálják kétszer. A rosszartóan. Csak jöttél, és megzavartad őket egy biztosítási csalásban. A múltkor ugyanezt láttam egy ilyen kis busszal, vagy valamilyen ilyen transporterrel, ugyanez a csávó parkolgat. Kicsit úgy láttad, hogy mögötte ott egy ilyen 30 milliós autó, itt kicsit meg... így megtolt egy picikét, de ő úgy van vele, tudod, hogy... Nem transporter a turnébuszotok? Igen, a bátyám. És a visszapillatóból láttam az igen, eseményt. Igen, a bátyám volt. De ez, hogy ez mekkora van sötétség. Van ez a faltól falig parkoló, nem? Akinek az ad biztonsági érzetet, hogy érzi, hogy koppant, akkor tudja, hogy már ott van. Akkor elindul előre, előrefele is koppan. Akkor aha, elindul hátra, és ez előre kocolok, hátra kocolok. Van, aki tényleg így parkol. Hátul támaszt elő, meg egy pici helyet hagy, hogy azért ő majd kiférjen, amikor jön ki. Én tudok olyanról, aki ezt direkt csinálja. Ne hülyéskedj már. De ugye megy, de ő nem számolja ki, hanem tudja, hogy neki ment egy kicsit, akkor már ez mehet manuális... előre, megy, megint neki ment, jó, akkor mehet hátra, és így teszi be az autót. És így ki az okos? Mert így akkor nem dobja ki a pénzt a tolatóradarra. Érted? Mert teljesen fölösleges. Pipongloba bepattog a helyre. És ez, ő így van vele, hogy úgy indul el, hogy majd így fog parkolni, kicsi helyre úgy áll be, hogy ő tudja, ezt hogy most... általában, igen, rosszabb vezetők csinálják. Ezt a típusú parkolást. De sok ilyet látni a városban, tényleg. Tehát ez most, nem tudom, remélem, hogy ez most nem egy új rendszer lesz, mert akkor komolyan mondom, hogy a másik, ami, tehát van egy pár ilyen, amikor mész, mondjuk túlgurulsz egy helyen. Ez a másik, amitől sírok. Túlgurulsz a helyen, kirakod az indexet, hogy oda majd tolatva fogsz beállni. És rádál. Emberünk úgy van vele, hogy na, nem fogod meg itt a forgalmat, beáll a fenekedbe, az egész forgalom föltorulódik, tehát onnantól már nem is fog tudni engedni téged leparkolni, és dudál. És eljátsza azt, hogy ő egyébként holnap vagy holnap után nem ugyanígy fog parkolni majd, és ő most egy borzasztó értetlen, nagyon dühös, és egy pillanatig nincsen benne az, hogy holnap ő ugyanígy akarna parkolni. És mindig ez van bennem, hogy tesó, holnap te akarsz majd ugyanígy megállni, akkor majd én jövök a te izé valagadba, és én nyomom a dudát. Tehát, hogy nem? Igen, csak mert ő okosabban fogja csinálni, meglátja a parkoló nyilván helyet, megáll előtte. Lelassítja a sort, a sor megáll. Kirak egy bóját, kirak igen. Egy bóját, érted, egy ilyen útlezárás táblát, belöket, és akkor már is indulhatsz tovább. Na? De az megvan, aki nem akarja érteni, hogy te parkolsz. És valószínűleg direkt nem érti. Tehát ez a típus, aki tényleg nem akarja. Tehát nem arról van szó, hogy későn indexeltél, vagy, hanem hogy nem akarja megérteni, mert ő azzal időt nyer, amíg ugye te továbbmész és nem parkolsz be inkább. Ez a direkt értetlen típus, igen. Ez aljasság egyébként, ez rohadékság. Meg az, hogy holnap, tesó, tehát értem, nyomd a dudát, holnap te fogsz majd akarni. És ha megláttak. Figyelj, tudod, akkor te ilyenkor, Jani, kiszállsz egyébként, amikor mondjuk anya parkol? Akkor van olyan, hogy kiszállsz, és hátra mész, és pillanat, tudjátok nagyon jól, hogy a tolatás az egy olyan univerzum, egy olyan dimenzió a női sofőrök számára, amit ők nem mindig tudnak érteni, tisztelet a kivételek, nem igazán tudják értelmezni ezt a sztorit. Erre vagy apa, erre vagyok én, ezért visz magával mindenhova, ezért rá, a folytasd, ne és én jelzem. De mi, olyan, és kiszállsz és irányítasz? Persze. Nem akarom tudni. Ezt nem akarom tudni. Előre. Annyira klasszik. De hogy ilyen csak mutatom. Erről. De mit, a kormány teker is mutatod? Igen. Így a mutatójaddal körözöl? Aha. Nagyon jó. És mi az előre? Vagy vissza a kormány? Hát nem jelzem. Hát ugyanúgy érted. Jó, gyere, oké. Ja. Ez nagyon nagy. Olyan világítód nincs, mint a Ferihegyen? De van. Na, korábban, amikor még 21-esen repült, akkor... És ha véletlen koccanak ott hagyod, és úgy csinálsz, mint nem ismernéd, vagy akkor... Ne, gyorsan így, beszaladok a izélet. Vagy gyorsan beszaladsz egy patyolatba, gyorsan, hogyha balhé van. Akkor nehogy itt kiszúrás legyen. Figyelj, ez nagyon menő. Minden nagyon megy neki. Soha nem volt egyetlen baleset, egyetlen koccanása sem, de a parkolás az... Hát az... Hát az azért van, hogy valót maga után. Hogy más
tehát hogy az agyfélteke valahogy úgy van. A tájékozódás és a parkolás azért megy nehezebben, mert valamelyik agyféltekéjük ugye erősebb, és a parkolásnál ugye másikat használod, de mindegy, ez csak bonyolult. De hogy kevésbé, tehát ennek van egy biológiai oka, hogy miért parkol nehezebben a nő, mert hogy valamelyik agyféltekéje erősebb, és a parkolásnál pont a másik kell. Aha. Jó, azt értem, hogy mi nem megy, de akkor mi megy? Hát, na, figyelj, hát most kiúzod minden fát, más, minden más meg. Igen, nem a vezetésbe. Én mélységesen elítélek mindenféle olyan mondatot, amivel a nők hát hátrányos helyzetbe hozunk, őszintén, és hogy... egyszerűen egy kalap alá veszük az összes nőt, mélységesen elítélek mindent, és azonnal kihátrálok a megszólalásból. Fúj, hallották, ez én voltam, Balázs. Én már itt sem vagyok. Kassa Tibor vagyok, a barátnőm és az édesanyám úgy vezet, mint Räikkönen. Így van, a nők nagyon jól vezetnek, kikérem magamnak, a nők a legjobb vezetők, elhatárolódom, Feri, minden egyes. Ali bajnok nővel élek együtt, hagyjatok már. Én tudom, hogy miben jó, kérdeztem. A vonal megszakadt zene. És most jöjjön Kassa Tibor. Szóval agyfélteki probléma ez. Ahogy egyébként a férfiaknak is néhány olyan dolog, amiben a nők sokkal jobbak. Ez így van. Mérföldekkel. Mérföldekkel vernek ránk férfiak? Figyelj, mondjuk én ne ugassak, mert nekem még jogsincs. Így van, tehát, így van. Ezt nem tényleg akartam mondani, hogy ne ugassál, jogsincs. Így van. A nő pedig van. A nő van. A nő nőnek van. Mert ő megcsinálta. Figyelj, gyakorlatilag tehát több mint 20 éve van jogosítványa, rengeteget járjuk az országot, rengeteget vezet, és ehhez képest soha semmi probléma nem volt. Tehát se egy koccanás, se egy bírság jó egyszer volt. Akkor mi nem, ide valaki, mi nem használ sípot? Beraktál egy kis sípot? Két csíp túl közel, vagy egy csíp, és egy tolató, élő tolató lenne, tolatórad, egy biotolatórad. Az van, hogy ő a nejem, az életem bárja, a szerelmem, nem egy német juhászkutya, tudjátok. De egyébként a tolatóradar sem megalázó azért, mert fütyül neked. De nem, kiszállnál, és úgy élő tolatóradarként... De nem kell fütyülni. Ha nagyon fél, akkor nagyon közel vagy, ha szaggatott, akkor már közeledsz, hát ez simán. De nem jó, mert a Jani lehet, hogy simán lehet, hogy nem tud jól fütyülni. Na, menjünk enni valamit. Na, tulaj, jön a tulaj, menjünk enni. Egyébként abban van valami, hogy ez a parkolás, ez egy ilyen állandó bizonyítási kényszer a két nem között. Tehát figyelj, én, mikor a páromnak friss jogsia van, és én, mikor egy ilyen nagyon példánsan, pedánsan beparkolok egy ilyen egy íven, és tudod, igazítás nélkül, hogy paffi, ott van. Kicsit fényeztem most magad, de nem, amikor sikerül, nem mindig sikerül. Amikor sikerül azt a diadalittas átnézést az anyós ülésre, tehát az a ezt csak mi tudjuk, tehát ezt csak egy pali tud így beparkolni, ezt én vállalom. Amikor nem sikerül, akkor én mindig mondom neki, tudod, hogy kicsim, semmi gond nincs, inkább igazítsál rá te is kettőt, mint hogy úgy hajdott, hogy nem jó. Tehát, hogy... Igen, a nőknek ez a parkolás, ez kicsit nehezebb, igen. És én is szoktam mondani a Vikinek, hogy hagyjad innen, mert elsétálunk a járdaszegélyben. Ne törődj vele! Innen három lépés, és ott vagyunk engedtele. Semmi baj. A párom nagyon cuki egyébként, ő az adott célállomástól el tud menni néha másfél kilométerre, amíg talál egy olyan helyet, ahol stresszmentesen berakja. Ő nem akar szorongani, nem akar feszengeni. Igen, de a rányok sokszor rá is feszülnek. Rá, aha, tehát, hogy gyorsan kell parkolni, nézik őket, jön a forgalom mögötted, igen. Balázs, okoz egy ilyen. Csak azért, mert elmentünk most egy utcába, de nem ez volt az alapvető dolog, mert most ítélethez megyünk, de nem a nők parkolása volt a témám, mielőtt nem adod most meg, hanem az alapvetően a parkolási morál. Jogosan böki a csőrömet. Ne add meg. Most miből, miből nem lesz baj? De nem, azért mit mondanak majd a nők? De nem a nőkről volt, az csak egy kirándulás volt a az témában. Az csak egy kis eskanyag. Zárójel, helyes. Ott a Feri elindult egy rossz irányba, és mi belementünk. Melyik a maximális? A hármas. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jó van. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jogos, egyébként van benne igazság. Gyakran mondják, mégse unom meg. Van benne igazság. De nem azért húztam az időt. Az ébresztő programmal, a parkolási morállal, a nők parkolásával, a férfiak parkolásával, mert esetleg nincs valami magvas a tarsolyban. Hát pedig azt hittem, hogy nincs. De van! Ez most egész véletlenül olvasói levél mihez képest. Tehát, hogy ezt egy rajongó küldött egy levelet, amely elmesélte a történetét, hogy vette egy új telefonszámot, vagy vette egy telefont, és az kapott egy telefonszámot, elkezdte használni, megadogatta egy pár száz ismerősnek, szépen elkezdte használni, hogy ez az új számom. Majd egyszer csak elkezdték nagyon keresni rajta Zolit. Jó napot kívánok, a Zolit keresem. De, nem tudom, milyen Krisztina vagyok, hogy ezért. Adja ma, a Zolit adja már.
és elindult ez, hogy heteken keresztül folyamatosan hívogatták. Használt számot vett? Zoli, ne hülyéskedjél már, Zoli, itt vagyunk már a Tomival. De mindenki így kereste a Zolit, vagy csak ez az egy ember kereste egy a Zolit? Mert ha a Zolinak az összes ismerőse ilyen, azért nem lennék a Zoli barátja. Tehát csak így keresik a Zolit, azért elmondok. Ki ez a Zoli, és milyen barátai van? Hallom, hogy tudom, hogy üdvözlök, hogy a Zoli. Zoli, gyere már, Zoli, gyere már, hol vagy Zoli? Igen, nyilván nem. Tehát az, de a lényeg az, hogy nagyon kerestek rajta valakit, aki nem ő. És állítólag ugye az van, hogy amikor te leadsz egy számot, tehát mindannyian, vagy volt már gondolom több számotok nektek is, nem? Mióta a mobiltelefonon van az a, ez az egy számom. 94-ben vettem, és azóta én, ez van. Én 96-ban lett mobiltelefonom, és azóta ez a azóta számom. Azóta ez a számom. Jani, mi nem vagyunk olyan sztárok, mint te, hogy meg kelljen cserélni. Ennyi. Eleve, ha az vagy 30, mint 29, onnan már tudod, hogy egy régi, ott, az már egy régi szám. Figyelj. Na, de a lényeg az, soha hogy ugye a visszaadott ilyen számokat, azokat újra kiadják. Azokat előbb-utóbb újra kiadják, így van. Csak ez ugye kérdés, hogy mi az előbb-utóbb? Tehát, hogy ennek mennyi az átfutás ide, meddig hagyják így, így meddig jegelik így a számot? Szám. Igen, az meddig arvó. Pihentetik a számon. Ez érdekes dolog. Finom, tényleg nem? Van erre valami előírás, hogy meddig kell? Vagy ha te visszaadsz egy számot, azt másnap kiadják? Hát csak hát másnap, csak szerint, nem. De másnap... harmadnap igen, na de, az figyelj, esetből. Most gondolj bele, tehát hogy egy egyszerű példát nézzünk, aztán majd picit foglalkozhatunk, hogy ebben hogy lehet hasznot húzni, vagy hogy milyen károd lehet belőle. Mondjuk, fogod ősz mondjuk kinn a kertbe, ugye, és egy ilyen romantikus pillanatban azt mondod, hogy ráüzensz már valamelyik 6 évvel ezelőtti exedre, mert beugrik egy ilyen romantikus kép, hogy az a milyen volt. Rádobsz egy SMS-t, hogy úgy hiányzol, úgy emlékszel-e még arra a paplanra, amit úgy összegyűrtünk, hogy emlékszel aktereken, mikor, és akkor nem ugrasz át. Most addigra... Saját kútfő ez a de, addigra a Zolinál van a telefon. Ó, már Zoli, gyere már Zoli! Nem, nem, a fiú. És addigra ez a telefonszám nem a te volt csajodnál van, hanem a pesti alvilág egyik cicababájánál, ahol apa a 200 kilós macsetás bűnöző éppen meglátja, hogy te üzengetsz a nőjének. Te ott ülsz, mit akarsz, kisfiam? Ne, én csak a volt barátnőmnek. Azt magyarázd el, hogy te volt... A felvetés érdekes. Igen. Hogy, és onnantól te testőrrel mászkálsz, az életed végveszélyben, magyarázkodhatsz minden, míg te rá akartál a 4 ezelőtti exedre egy kis romantikából üzenni, és a szám meg végül izénél csörög. Hogy olyankor mondjuk a mobil szolgáltatónak mondhatom azt, hogy onnantól kezdve a testőrséget, a plastikai műtétet... A páncélozott autót, az elköltözést, igen. A TUSZ programot fizessék. Az új személyi azonosságot, azt ilyenkor állja a szolgáltató. Tehát, hogy van azért valami rizikó, ezt nem mondhatjátok, hát hogy nincs. Igen, és mi van akkor, hogyha mondjuk már egy olyan illetőnek a kezében van, aki unja a dél-amerikai sorozatokat délutánonként, és szívesen elkezd vele flörtölni, és egyébként 70 éves, egyedülálló részben, ez egy asszony, és visszaírja, aki benne van a játékban. Hogy rendben, benne vagyok, csak igen. Elköltöztem, új címen van. Tudod, Vörös Marti tér, nem tudom, kecsül mész hozzá. Kiengesztelhet nyugodtan azokért a szemtelen dolgokért, amiket a múltukon elkövettél. Ráfűzöl, és nagyon beteg a mamát. Kértelek, hogy azt ne csináld, de te csináltad most, viszont már nekem is lenne hozzá kedvem. Igen, itt van ilyen. A gyanúsot levegy hozzá, kolbászkrém. Árpádult 28, 4. emelet, 2 kapucsengő horvátné. Mondok egy-két forgatókönyvet, csak hogy picit játszunk el a gondolat, hogy mi tud ebből kisülni. Tehát itt van mondjuk, kapsz egy hívást. Tehát, hogy valaki volt telefon, nem kaptál hozzá, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem tudod, hogy mi van. Kapsz egy számot, gyanútalan elkezdett használni. Majd éjszaka csörög a telefon, ez a tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg. A tesó, te még lenne tippel, hogy ki az. Tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg, ne köpi. Bármit csinálnak veled, ne köpi. Még most is ismeres, igen, kanyarodj el az illetőtől. Bármit csinálnak veled, ne köpi, ne mondj semmit, meg fognak kínozni, de te végig légy kemény. Tehát azért, hogy egy ilyen hívás után azért a számot így félreteszed így magadtól, nem? Finom? Igen, ez elég kemény. Jó. Nézzük azt, hogy egy picit ilyen pozitívan tudsz a dologból kijönni. Tehát, hogyha mondjuk hívogatnak téged, és mindenki nagyon anyucit keresi, és mindenki nagyon liheg a telefon túloldalán, akkor a 30. hívásnál már csak leesik a tantusz, és elkezdesz pénzt keresni, nem? Hogy micsoda, hogy elkezdesz beszélni? Hát, hogyha ez kiderül, hogy ez valami okosba egy ilyen kis izé volt, egy ilyen kis szolgáltató vonal volt mondjuk előtte. És mondjuk ott nagyon nyögdécselni, már 20-30. Hívó nagyon reménykedve nyögdécsel a túloldalon, akkor csak leesik a tantusz, és azt mondta, hogy igen, tessék. Elnézést, anyucit keresem. Anyuci vagyok. És éppen mosogatsz közben. Igen. Ez az. Jó, csak abban neked nem jön be pénz.
Mert ugye a vonal az emel. Hát annyi, de megszínezem annyival, hogy most már az van, hogy ez izé, és adok egy van. De miért csak beszélünk erről a dologról? Miért nem küldesz egy kamu számra most így hirtelen síróbb lüsbe egy számot, és küldjünk el egy SMS-t, hogy jó, hogy öt perc múlva ott vannak nálad, ne mondj semmit, mert mind a ketten nagyon rá. A számot azt most beblöfölünk egyet? És blöfölj be egy számot, küld el. Blöföltök egyet? Tessék. 0-30. Igen. 9. Van 30-as, akkor jelzünk, nem egy 9-es? Persze. Mondj egyet. 9-371. Igen. 12-24. 12-24. 5 perc múlva ott vannak nálad. Mindjárt nálad. A zsaruk ne köpj. Ne. Ha tudsz, menekülj. Jó? Ne köpj. Menekülj. Aláírás? Semmi. Igen. Semmi. Miért? A sítes, vagy valami? Ne, az már nagyon sok. Igen. Ne hívj, SMS-t küldhetsz. Tehát, igen. 12. Jó, ne hívj. Ne hívj. Ne hívj, csak írj. Ne hív, csak írj. Nem, ne hív többet. Ne hív, csak írj. Ne hív, igen. Jó, elküldtem. Ez egy létező szám lehet? Hát nem, mindjárt megmondom, hogy ki. Te személyt vagy. Igen. Ekkora lett volna, most bemondom fejből. Egyébként beugorhatott valakinek a száma. Nem jó, valami többet diktáltatok. Na mindjárt közben. Vegyél le, az utolsót vedd le. Jó, mindjárt megoldjuk. Na, hogy... Szóljál, ha írt rá. Jó, mindjárt nézzük. Csak az a baj, hogy ennyire hülyék vagytok, hogy rossz számot diktáltatok. Na mondjál már. Jó, mondok én. Egy tök blöffet. Ez most tényleg blöff. 0-6. Tessék. Mehet? És... Mivel, de nem tudok... Tessék. Az a baj, nem tudok jót mondani, mert akkor be kell mondanom, hogy ki volt, és ezáltal kiderül a száma. Mondj egyet. Elintézzük, semmi baj. Csak a számot mondd, nem megvan az üzenet. Tehát 0-6. Tessék, mindenki mond egy számot, mondj egy számot. 8. De nem 8, hát mi... Akkor 0-6-30. Ja, úgy, 8. Persze, 0-6-38. 76. Várj, igen. Nem mondj be teljes számot. Az utolsó három, leírok neked egyet, és az utolsó hármat. Mert utána mindenki ezt a számot fogja hibogatni. Ja, jó, értem. Az előző úgyse volt jó egyébként. Az nem volt jó. Tehát... Mondj egy számot. Mutatom. Mondhatod, hogy 7-es. Mondhatod, már levált. Mondj, milyen jó csapat lenni. Mutatom, egy számból még nem tudják, hogy ki a szám. Ennyire hülye vagy, de jó parkolsz. Ez még azt fájol. 7-es, mondj egy számot. 4. És Feri is mutatja. 4. Hány számnak kell lenni? 3. Hát a végén 3-at kértél. 7, 4, 36. És a vége 36. 2, 3, 4, 5. Igen, még kell 2. 36. Akkor most diktálnál. Tessék, jó, írd. Küldöm neki. Azért nem jó, ha bemondunk, igen, élőbe egy számot, de mindenki ezt a számot fogja írni, szegény hallottalak, tehát ne tegyük tönkre most egy embernek egy életét. Csak és nézzük ők meg, is elkezdik küldögetni neki az SMS-eket. Igen, nézzük meg, hogy egy másik számra. Jó, elküldtem. Mit ír? Itt, és akkor mi bemondjuk, hogy mit ír. Jó, mit ír az üzenet, mindjárt nálad a zsaruk, ne köpj, menekülj, ne hívj, csak írj. Aláírás, a sítes. Nem írtam alá. Jó, hogyha üzen, akkor... Egyébként írtak nekünk azok, akik szolgáltatónál dolgoznak, csak azt mondják, hogy 6 hónap után adják ki a számot, muszáj, mert hogy elfogynak tulajdonképpen, és hogy emiatt kell kiadni. De hát 6 hónap az vagy a telefonszám 6 hónap, ez többen élek, utána újra kiadható. Volt értékesítő egy szolgáltatónál írja nekünk, egyébként ezt többen elküldték, az nem sok. Hát tényleg nem sok egyébként. Hát baromi, Tájföldön egyébként engem rendszeresen hívtak, és meg akartak venni egy éjszakára ott alvósba. Hát hogy Tájföldön az örömlányom... De mentél, nem? Hát persze. Fölvette a parókát. Tehát ott sokkal hamarabb visszakerül szerintem az ilyen feltöltőkártya a forgalomba, és ott rendszeresen egymást hívogatják. Tehát még emlékezett tavalyról az örömlánynak a számára, azt akkor pont éppen nálam van. Tehát hogy az rendszeres volt Tájföldön. De nézzük meg még egyébként, hogy lehet ebből egy picit nyerészkedni. Na. Tehát hogy amíg fölhívnak téged. Fölhívnak, azt mondja, igen, mondják, hogy bediktáltunk egy 8-jegyű számot. De szívjék, hogy nem tudunk összehozni egy darab számot. Ez most jó. Az előző volt rossz. Most még nem válaszolt, megvárjuk. Tehát fölhívnak téged, hogy Zoli névet rosszul piározzuk, nem? Zolikám, az van, hogy megkaptad a szálloda beruházást, tiéd a 200 millás meló szoboszlón. Gyanakodnék rá, hogy félrement azért. Nem indulnék Szoboszlóra azért. Főleg, ha épségben dolgozás. Balázs. De nem feltennék további kérdéseket. De nem miért?
összeszedsz 10 darab kőműves havert. Azt elindulsz kivitelezni. Elnézést, hoztam a terveket. Igen, meg vagyunk. Itt vagyunk, hát oda ki három falat elhúzni. Engem fölhívtak, hogy enyém a meló. Még kérné rá mondjuk írásban egy megerősítést az e-mail címedre, hogy de biztos adnám az e-mail címedet, most 10 darab kőművest összerántasz, fölrántasz egy olyan valami wellness-t, érted? A családod egy életre megvan, kerestél 300 millát. Figyelj, és beesett. Igen, nem indulnék azért el. Tehát, hogy ott még azért további kérdések lennének az építkezés helyszínén szerintem. Szerintem a fővárosi profik ennél kicsit jobban csinálják. Igen. De szerintem névvel, telefonszámmal, valakire hivatkozva, SMS-t mutatva, arról a telefonszámról, azzal lehet. Van, aki azt írja, azt, hogy elástam a hullát, mi a következő lépés, főnök? Ezt kellett volna elküldeni. Na mi van, írt? Még egyelőre nem írt. Hát, de lehet, hogy most és mi van, hogy tényleg valami csibésznek írtunk, és hanyat homlok menekül. Igen, szegény. Ez mennyire kellemetlen. Jó, de mondjuk lehetne csinálni, hogy megveszel, tehát lehetne innentől kezdve lehetne horgászni a számokkal, megveszel, nem tudom, 50 számot, azt nézed, hogy mind csináltak előtte valami jó kis melót, simán lehet, hogy volt valami jó menő extaxi, és érted. De honnan látod? Várod a hívásokat, mi jön rajta? Hát fia, fél éves számokon gyakorlatilag ott, fia, fél éves számot, hát neked hány olyan számod van, Balázs, amit fél évig nem hívtál, most fölhívod? Sok lenne, sok jelen. Persze. Most ne csak az ex-csajokról beszéljünk, de hogyha hallják az ex-csajom, akkor üzenjenek már egy aktuális számmal. Küldjék. Ekkora a baj. Nagy a baj. Ma aktualizál. Én ők is a barátném olyan boldog lehetnénk csoportosan. Kedvesen is akarja. Igen, és a kedvesen pedig most üzent, hogy mindennek vége, meneküljönnek az azért, hallgató, engem évek óta hívogatnak, a számom egy horgászbolt száma volt Tihanyban. Azért az mennyire nagy megköszönöd a szolgáltatónak, az jó, nem? Az igen, jó. Csak szeretném megkérdezni, hogy pajor van-e pajor, mert a hacsára mennénk. Másfél kilós vödrös csontit szeretnék. Köszönöm szépen. Ez századszorra megkapod azt a hívást, igen. És ugye erre milyenkor a megoldás? Mert ugye visszamehet a szolgáltatód, és azt mondtad, hogy akkor köszönöm, ezt a számot nem kérem. De feltehetőleg addig már 3 hét alatt nagy nehezen megadtad mindenkinek, az nagy nehezen bevezette a számot, és ott vagy. Most egyenként tudod a hívókat blokkolni, de millió lesz nyilván. Tehát, hogy igazából nincsen rá jó megoldás. És ha egyébként az van, hogy neki kiadják a számot, de te nem írod át a nevet. Micsoda? Hát, hogyha neked egy rokonod. Az illető. Persze, erről beszéltem. És nem írod át a nevét, és kiadják a számát, és erről beszéltem. Becsörög, vagy téged fölhív, akkor ott kiadja, akkor látod, mint a rokonot hívnak. Így van. Az azért az elég fura. Hát gondolj, azért mondom, bizarr. Az bizarr. Igen. Az exces példát, hogy mondjuk, és csörög a telefon, szia cuncikő. Aha, úgy volt a számom, egy srác hívott kies hangos, szia Andi, mit csinálsz? Mondtam neki, hogy Petra vagyok, erről jaj, kis huncut. Nem tudtam meggyőzni, hogy nem Andi vagyok. Egy új játék. Ó, ebbe is benne vagyok. Ó, hívd magadra, hogy akarod. Ó, Andi, Petra, tök minden. Ez a szerepjáték, szeretem. Ez nagyon, hát a magyar életszerű a dolog. És hány ilyen bolt lehet, hány ilyen szolgáltatás, hogy egyszerűen csak tényleg ilyen cserebben fel, fél év az rohadtul nem nagy idő. Igen. Tehát, hogy az még simán lehet, hogy így új számoknál még az első fél évben azzal telik, hogy letereled az előző hívókat, érted? Nem az, értem, nem. Hát én a Szújót próbáltam levadászni, a Szújó az nekem 3 számom volt. Igen, a Szújót keresik nálam, néha Webert, néha ezt, tehát, hogy ez egy ilyen teljesen standard dolog. Tudtam, hogy sok bizarr dologban benne vagy, de hogy a Szújót is le akartad vadászni, azért az fura biztosan van. Igen, ezt nekem az Oli nem említette. Mondta, hogy tettél lépéseket, de ilyen egy bombőt nem mondta. Egy ideig nagyon volt mindig. Megmondom őszintén, csak hogy így a fotók alapján feszesnek tűnik. Ismerek valakit, akit az új számán a végrehajtó hívogatta a gyereknek, azért az se lehet. És a végrehajtónak magyarázd el, hogy te nem ki akarsz hátrálni a végrehajtás alól. De én nem az vagyok. Korábban kell fölkelni. Bárki mondhatja. Bárki mondhassa. Ide egy hallgatom, hogy engem Franciaországból és Algériából hívogatnak állandóan. Az mi lehet? Én ilyen külföldi hívásokat nem kapok. Ez érdekes egyébként. Mi is rendszeresen kapunk ilyen hívásokat. De hogy ráadásul így meg is nézegetük a számokat. Ez nem valami vírus, ami így behatol a Gmail-edbe, meg mindenhol, és leszed minden adatot? Valami ilyesmi volt? Németországból, Dél-Amerikából, stb. Mit akarnak? Tehát azt is emlék, hogy soha nem sikerült eddig még időben felvenni a telefont. Akciós macsétát. De nem egyszer volt, hogyha egy idegen számról hívnak, azt nevet föl, mert a szám aktivál valamit a telódon, vagy az e-mail rendszeren, de nem tudom, hogy lehet, hogy az. Hát próbáld meg egyszer. Valami gazdag rokon. Hát mit veszíted? Mi van, ha valami francia rokonád akar hagyni valamit? Na jó, nem tudtam őket elérni, úgyhogy akkor, ha jezsuiták kapnak mindent. De elküldik a fotót, megkapnál volna egy pastét, tudod, igen. Egyetlen egy rossz forgatókönyv, jön még valami? Nem. Egyetlen egy rossz forgatókönyv, azért nem számoltunk. Most valakire nagyon ráüzentünk, az véletlen övé lenne a félbelváros.
azt most nekem kell menekülnöm. Hát, Tibi, ha te telefonodról hát, küldtük. Ha nem válaszolt, akkor küldd rá, hogy félrement. Aha, meg ugye, hogy félrement. Mit gondolsz, miért mondtuk azt, hogy te elküldöm, hogy félrement, de közben finoman print screen-et azt elküldte a rendőrségnek, hogy itt valaki megfelelő. Délután már elvisznek, igen. Írd rá neki, ha nem válaszol, akkor írd rá neki, bocs, félrement. Megkapta egyáltalán valaki két pipát? Megkapta valaki, de a gyat ráüzenek, hogy csak tréfáltam, Sebestyén Balázs voltam. Jó, ezt szerintem korrekt. De jó arc. De jó arc. Félve kérdezem, hogy az ébresztő programért, a parkolási morál megreformálásáért és a telefonszámokról lelátott lepelér, jogosan taps és a sikor. Gépi, de jogos. Nem lehet nem megadni, nem lehet nem megadni. 3-10, lesz pontosan 1 perc, hol mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Bocsánat, csak a Tibi még zsibbaszt minket egy kicsit. Na jó, Tibi, vége a rovatodnak, jó? Köszönöm. Vége volt már ennek. Nincs ebben. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Ugye arról beszélgettünk arra reggel, hogy együnk-e BKV-n vagy ne, Jani majdnem beleült egy rágóba, és aztán belementünk, hogy egyen az ember, vagy ne egyen, mit egyen, szól, nem szól, ha látja más gyerekét rosszalkodni. És Anna is megérkezett, aztán rendettet. Nincs appelláltam. A nemzet zsandárja. Így van, igen. No, igen. A nemzet önkéntes rendőre jön, megy, intézkedik, szól, keresi a lehetőséget, hol intézkedhet, hol szólhat. Erről beszélgettünk, valamint ugye ez egy régebbi cikk volt, talán egy 2007-es cikk, csak most jutott újra hozzánk, hogy a kínai kommunista párt hát megszüntette az újraszületés, vagy az újjászületés, legalábbis megtiltotta egészen az pontosan. Engedély nélkül. Az engedély nélkülit, így van. Törvényben szerették volna a tibeti buddhista szerzeteseknek megtiltani, hogy a kínai kormány engedélye nélkül reinkarnálódjanak, ugye? Ha ki tudnám mondani ezt a szót, milyen jó lenne. Aztán arról beszélgettünk, hogy ez mit jelentett tulajdonképpen, és hogy ki milyen állat formájában születne újra, ha tehetném. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Egy perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Én mindig irigyeltem a kacsákat. Szerintem nem sok olyan lény van, aki úszik vízen. Simán tud sétálni, tehát a szárazföldön is megél, és még repülni is tud. Annyira szeretném. Tehát tényleg az ember szerintem őt próbálja utánozni, nem? Tehát nem véletlenül szállunk fel repülőre, meg megyünk vízbe. Én kacsa lennék. Én csak szeretek nyaralni. De hogy ritkán szállok azért repülőre, hogy kacsa legyen. De az jó egyébként. Úszol is, szabadban is vagy. Igen. Aztán jön valami hülye, és valami söréttel alá törköl, tudod. Isten. Vagy beloknak neked valamit az állatkertbe, amit megfulladt. Vagy a tatai öreg tovon. Kapsz egy nyílveszőt a nyakadba, és azzal úszkászott tovább. Jaj, azt láttam, szegény. Igen, ő túlélte. Csináltak róla a fotósorozatot, igen. Úgy találták meg, aztán nem tudom, mi lett, kihúzták, nem húzták, de maga a fotóra emlékszem, igen, egy pici törött nyílvessző volt a kacsának a nyakában. A szörnyen nézett ki. Na, mit játszhattak azok? Vadászok. Na, mi van a önkéntes rendőrünkkel, nem jön tárcsázni? Na, már biztos valakit fölnyomott. Biztos valakit fenyít. Na, mi van, rendőrkém? Jelentkezem szolgálatra. Szolgálatra? Hívjuk? Igen. Jaj, de jó vagy. Remélem fölveszi, mert ha nem, akkor nem leszünk. Rendet valami. Kellett tenned? Kicsit. Ezért tényleg veszem a dolgot. Morning show. Az bizony. Hello. Jó reggel, szia! Sziasztok! Szia! Írtál nekünk egy SMS-t, ugye, Adri? Igen. Igen, ugye a BKV-ról volt szó korra reggel, és arról, hogy ki mennyire tolerálja a többieket. Együnk, ne együnk, ha eszünk, mit eszünk, szólunk más szülő gyerekére, nem szólunk, mindenki máshogy látta nyilván. És ugye te azt írtad nekünk, most akarok panelba költözni, anyám szerint ott majd megtanulom tolerálni az embereket. Az igen. Nagyon. Igen, ez a cél most, ezért is mész egy kicsit talán? Nem, csak önállósodni szeretnék, be kertes házba lakunk, és ott is idegesítenek a szomszédok, tehát akkor mi lesz majd panelban? Hát figyelj, elég sokáig laktunk mindannyian panelba, cudarvilág. Tehát egy kertes házból panelba költözni, ha a kertes házban idegesítettek a szomszédok, akkor mi lesz a panelban? Rituális öngyilkosságot fogsz végrehajtani a lépcsőházban. Majd beszámolok róla. De nem, mert ha egy flexelő van a panelban, akkor a többit már nem hallod. Egyébként igaz, jogos. És az a klassz, hogy nem tud megfejteni, honnan jön, mert a panelnak valahogy megvan az az árnyalata, hogy mindenhol bekopogsz, mindenkivel összeveszel, és mondja, hogy egyáltalán nem flexel. Lehet, hogy az annak szerepét fogom majd játszani. De is én önkéntes rendőri vénával, vagy megállt a kicsit?
Nem, csak anyukámnak szoktam mindig mondani a tanácsaimat. Figyelj, hát végigmész majd ezen, hogy először ütöd a fűtőtestet először, aztán fölmész, bekopogsz, aztán találkozol vele a lépcsőházba, aztán szórólapot gyűjtesz, majd meg kiszórják a szemetet. Oh. A végén hívom az Annát. Igen, de az átírom Annát, és ő mindent intéz. Adri, kitartás neked, te vettél a naphallgatója, úgyhogy küldünk egy szép kis ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot. Sziasztok. Neked is. Ciao, Adri. Hello, hello. Mindig örülök, hogy egy lánya naphallgató, mivel ritkán lesz női naphallgatónk. Csavikám. Pedig ugye tudjuk, hogy a nők ugyanolyan viccesek, mint a férfiak, ugye? Így van. Így van. Így van. Köszönöm, hogy tolatás közben. Köszönöm, hogy ezt még hozzátettem. Én láttam az arcodon, hogy ezt mindenképpen szeretném mondani. Helyes, helyes, abszolút. Voltál futni? Nem voltam futni, tegnap bringáztam, képzeljétek el. Azt a mindeni. Tegnap tekertem egyet. Mi a lerobbant a kocsi? Nem, hanem próba volt, zenekari próba, és tekerve mentem. De bubisztál vagy a saját? Nem, nem, saját bringával. Persze kérdezhetnétek, hogy reggi zenekarban játszom, de nem, tehát bringával tekertem. Aha. De nagy labda, tényleg. Igen. Tényleg. Igen. Meghívtak a ladánybenéből, mit ő? Igen. Na, és mennyi a ladánybenéből is be fog perelni téged? Nem mértem, nem vagyok ilyen méregetős. Mennyi idő alatt értél oda? Hát szerintem egy olyan jó 20 perc. Aha. De hegynek felfele. Tök érdekes, mert elindulok lefele, gurulok, tök jó. Majd domb. Fölfele. És aztán gondolod, milyen jó lesz hazafele? De hát az a lejtő, ami ahonnan gurultál. Az visszafele is megvolt. Úgyhogy jó volt, hát ilyen kezmesen megizzadtam. Próbán is gondolom jó volt körülöttem állni, meg hát... Kicsi a próbaterem. Egy próbaterem sosem nagy. Ez igaz. Mit hoztál, Csabi, remek zenék? Képzeljétek el, van ez a Maroon 5 nevű formáció, akik ugye az elmúlt évben sikert sikerre halmoztak, a Moves Like Jagger, ugye az már kicsit régebbi is, de minden idők egyik legtöbb eladását produkáló dala lett, az előző lemezükben eladtak 17 milliót, a tavalyi évben ők adták el a legtöbb koncertjegyet, 50 millió dollár értékben, és ehhez képest hoznak egy új lemezt, az egy nagy felelősség. És hát annyira jól sikerült, hogy a V címet adták neki. Tehát, hogy hol lett a kreativitás? Tehát amikor ennyi mindent eladsz és oda teszed magad, akkor az ötödik lemeznek azt adod, hogy római ötös. Kicsivel több kreativitást kérünk a Maroon 5 zenekartól. Egyébként ezen a lemezen van. De fene jó. Amit már jól ismer egyébként a kedves klassz hallgató, a Maps, ezt az újdonságot játszom a következő órában. Na jó van, meghallgatjuk. Csabi, köszi. 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, szeretnétek dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!